mindenkinek. Lehunja kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét, aludj el szépen, kis Balázs. Gyerekek, hagyjuk már Ady Endrét, én nem aludni jöttem. Indul a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Hello Balázs vagyok. Hello Jani vagyok. Hello Feri vagyok. Hello, én meg voltam. Szartom, mert új rádiók, ugyanaz lesz a helyet. A lényeg, minden hétköznap reggel 6 órától 10 óráig jövünk itt a Rádió 1-en. Az igazi mai slágerek között az ország legjobb morning show-ja, a reggeli show. Reggeli show. Mondd el minden ismerősödnek, barátodnak. Balázsék a Rádió 1-en folytatják. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hello Magyarország! Hello Rádió 1! Megérkeztünk! Most, hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Vannak dolgok, gyerekek, amik nem változnak. 6 óra múlt pontosan 5 perccel. Hello, Jani! Hello, Feri! Sziasztok! Hello! Hello! Jó reggel! Ami nem változik, az a taps. Ami nem változik, gyerekek, az a taps. Mert hogy ez pontosan ugyanaz. Illetve egy másik dolog nem változik, hogy János eltűnik a megszólás előtt. Tehát, hogy ez a két hét azért ez nem elég hosszú idő ahhoz, hogy igazából dolgok nem változzanak. János 5 másodperccel az erre utolsó rész előtt eltűnt. Felszívódott. Hova mentél? A kézkrémemért csak. Az a baj, hogy itt van saját szekrényem, és mindig bezárom. Mindig. Hát ez az első nap, amikor bezárhatom. Miután betettem valamit, és azt szerettem valami kirabolni, de gondolom megint körbenéztetek az adásra. Oké, mikrofon, igen, megvan, olyan fókustáv, itt van, jó, akkor ki nem hiányzik? Senki. Kezdjük is. Igen, volt egy kis körbenézés. Na, várjál, még adok rá egy kicsit. Jó, jó, közel beszéljél egyébként, jó, mert ez jó. picit más. Na, drága hallgatók, hát itt vagyunk. Tudjátok magatoknak állítani a pult alatt egyébként, igen, a hangerőt. Soha rögtön nem volt ilyen jó hangod. Soha nem szóltam ilyen jól. Igen. Rögtön eszembe jutott szegény Ákos. Melyik? A Kovács? Hát a Hunyád. Ja? Hunyád Ákos, mert hogy utána kellett mindig állítani a mikrofont, mert hogy megsüketült az ember. Igen. Na, drága hallgatók, hát hosszú út vezetett idáig. Igazából, bár csak két hétnek tűnt, de szerintem ezzel a két hét alatt legalább öregettünk 10 évet. Igazából, amennyi minden történt. De a lényeg, hogy majd részletekben ezt el tudjuk mesélni, szerintem, meg egy csomó mindent, amit el akarunk. Viszont ami a legfontosabb, hogy itt vagyunk. Így van. A Rádió 1-en vagyunk, meg lehet bennünket találni online, meg lehet találni bennünket ugye Budapesten analógon, majd mondjuk a frekiket egyébként, hogy Győr, Miskolc, hol János bekészítette akkurátus módon, mindenkinek kinyomtatott külön kis papírkát, így van, de már a Facebook oldalakon is fenn van, a Ferién is, a Mornikon is, a tieden is. Én is kitettem. Mindenütt így. Meg hát ahol nem vagyunk frekin, ott ugye ott van az internet, azért reméljük nagyon sokan hallgatnak. És ahol nincs az internet, ott van a türelem. Előbb-utóbb odaérünk. Igen. Vagy legyen ott a türelem. Előbb-utóbb megérkezünk majd oda is. Azt hittem, hogy a hosszú útra azt gondolsz, vagy amikor azt mondod, hogy hosszú út áll mögöttünk, akkor arra gondolsz, hogy beültél az autóba, adtál egy kis gázt, aztán lassítottál, mert máig voltál. Mert nektek ez parádés. Új, nagyon jó. Nagyon jó. Én mondjuk most a városból jöttem, ezért én már 5:30 itt ültem, mert nem tudtam kiszámolni, hogy mikorra ér ide. Okos Feri, érted, a városból. De nem megszokásból egyébként jöttél, hogy bementél a 102-t. Ja, nem arra indultam. Nem értettem, hogy miért nem engednek be a biztonsági őrök, és mondjuk Feri, ez nem az a rádió. De M1-M7-ről ez nagyon jó lesz az. Egyébként neked is. Gyakorlatilag beérünk. Gyakorlatilag tulajdonképpen 10 perc, de ezek sem változnak egyébként. 5 óra 33-kor sikerül startolnom, tehát én úgy terveztem, hogy nagyjából 5:30-ra beérek. Még egyszer létszik, csak mert nem tudom felfogni az értelmét annak, amit mondtál. 5 óra 33-kor nyitottam a garázskaput. És 5:20-kor kelt? Nagyjából, 5:20-kor mondom, már most már felkapok valamit. 5:00-kor már ott álltam a megállóba. Neked hogy? De metróval, nem? Egy picit. Ferenciek tér és akkor onnan föl? Így van, idáig ugye az volt, hogy a Népligetnél le kellett szállnom, most a Ferenciek teréig jövök. Ez azt jelenti, hogy háromszor nagyobb esélyem van arra, hogy lerohadjon alattam a 3-as metró. Nem akarsz taxival jönni minden reggel? Elintézzük. Majd átfogszom a szerződésemnek. Ja, óvatosan, gyerekem, azért az nincs benne. Figyelj csak, most egyébként tudsz jönni hajóval. Megvan a zseni. Na jó, arról egy picit később beszéljük, mert az... Figyelj, zseni. Ja, ha előbb indulok... Megér egy megszólalást. Ha előbb indulok, azt meg tudom csinálni, hogy lemegyek érted a Ferenciekre. De ez csak egy ilyen első adás. Igen, első adás lendülete, lelkesedése. Első adás ígérete. Ez kedre elmúlik. Igen, ott állsz majd 6 órakor. Hol vagy, Bali, hol vagy? Ne haragudj. Még egyelőre az ebedjemért bevezetőr, úgyhogy sajnos nem tudlak. De mi
Sajnos nem tudnak felvenni. Még így is 3-4 óra alatt benn voltam, ami azért nem gyenge. 3-4 óra alatt érkeztél meg? Igen, hát akkor nagyjából ugyanazt a szintidőt futod majd. Igen, de mondhatnék. Picit ezek a reggel ilyen kis szeánsz jellegű dolgok, hogy bemegyek a pékségbe, iszok egy kávét, nézegetem a lányokat. Hajléktalanokat a Népligeti aluljáróban, az mondjuk hiányozni fog nem már fog holnap. Hiányozni, mert a Ferenciek tele pont ugyanúgy, ez csak kisebb. Na mindegy. Nem menjünk át. Jó, ennyi az a lényeg, hogy persze. Szép. Azt szeretném kérni, hogy minden olyan hallgató, aki a 7 éven keresztül névvel együtt írta alá az SMS, tehát a Perecek, a Szatyik, a mindenki, dobjatok már egyet, én így úgy van. Akarom látni azokat és az embereket, azt kérdez, nem? A hangulatba hozó lányoktól, hogy jöjjenek ki a pult alól. Nálam már volt kettő gyerekek, igen. Na, gyorsan egy-két közérdekű információ, ugye egyrészt élő adásunk van, így az első adása tekintettel, ugye a Facebook oldalon. Facebook oldalon már van élő. Élőben megyünk. Köszönjük, és hallgatunkat. Láthatjátok a baromi szép stúdiónkat, és hát mindent, ami új, tulajdonképpen új szaga van a dolognak, de tényleg, tehát ezen mégse egy kávéfolt, ezen mégse egy perec darab, egy morzsa, de gyerekek, 10 órakor már látni fogják, hogy megérkeztünk. Egyébként a vezetőségben is. Most a telóról megyünk? Persze, hát onnan is megyünk, Lacinál is megyünk, igen. Tehát a Rádió 1-en is egyébként élő közvetítés van, és a mi Facebook oldalunkon is. És hát nyilván nektek is, nekünk is szokni kell még ugye az SMS számot, ami nagyon fontos, 0-20-3-11-11-11. Ezt hogy mondják? 11-11 vagy 111, vagy 0-20-3-111-111? Hogy lehet ezt jól felosztani? 3-1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 
vagy beütni a 20-ast, hanem minden egyes szolgáltatóról ugyanúgy jön. Tehát, hogy neked akár még szolgáltatónál vagy, csak a 3, 111-111-et kell beütni. Tök jó. Ezt már nem értem. Miért nem? Már nem kell 20, hanem 06, 70-06, 30, bármelyik. Úgy, amikor parkolok, akkor a 20-7-6-3, és akkor utána? Így van. De nem már be kell utni a 20-at. Aha, most akkor mindenki bevittem az erdőbe. Akkor gyertek ki az erdőbe. Feri mondja, az a lényeg. Ugye tegnap kezdtünk volna együtt rádiózni. Nagyon jól tudod, hogy Balázsnak úgy működik az agya, vagy úgy kell elképzelni, mint egy ilyen szalagos magnót, hogy egy ideig megy, aztán elfogy a szalag, amikor érzi már, hogy na, ez már nem akarja, és nem is tudja követni. Na, hogy milyen SMS-eket kapunk már így korra reggel? Na nézzük. Gyerekek, itt van Szatyi. Kezdjétek már politikáim, nem, mert befosok az örömtől. Szatyi küldte nekünk. Ákos már munkanélkülünk van. Ákos, csokoltatjuk, puszíjuk egyébként. Ákossal mi nagyon jóban vagyunk. Így van. Jó srác. Tehát egyedül reggelezni az nem egy egyszerű feladat, és ő ezt egyébként kiválóan megoldotta. Kiválóan megoldotta. Nagyon szeretjük, nagyon szeretjük. Tervénk között szerepel, hogy beívjuk ide, de nem biztos, hogy ez a rádió vezetőségnek is a tervénk. Főhívjuk telefonon, amíg le nem tiltják a telefonjainkat. Azt mondja, hogy be is halt a szerver, megállt az alkalmazás, idegbajt kapok, de örülök nektek. Jaj. Hopp, ebben a pillanatban három ember pattant föl, és rohantak el ügykezelni a dolgot. Hát picit lefagyasztottuk, nincs ezzel majd. Jó reggelt, fiúk, nagyon vártam már a csendes reggelek végét. Örülök, hogy itt vagytok. A Mikulás meghozott benneteket. Hát mondhatni. Egyébként én... úgy írtam, Miki meghozott, csak úgy mondtam, hogy Mikulás, hogy mindenkinek érthető legyen. Valóban meghozott minket. Nem tudom, hogy hozzánk kapcsolódik-e, de hogyha esetleg van rá lehetőség, be a küldje a képet, mert be a csak annyit, hogy jaj, te jó. Már. Igen. Bali, Jani, Feri, végre újra jók a reggelek, csak a munkát bírjam már így, izotop futár küldte nekünk. Vége az unalmas reggeleknek. Írj egy hallgató, aki nem írta alá. Nálunk szerencsére nem vagytok hallgatók. Mik az unalmas reggeleknek? Mert mi nem fogunk menned egyet. Helyi rádió van, és ezt nagyon szeretjük. Itt még nincs rádió. Igen. Bármit játszottok, ma szeretnék az első lenni, aki beszél veletek. Puszi, Betty. Hát igen, mert egyébként lehetőséged lesz, mert hogy 3-4-kor ugyanúgy játszunk, természetesen. Van, ami megmaradt, van, ami más lesz. Most még csak itt vagyunk, aztán majd ez itt szépen lehet, szépen hogy a régi összeáll. Néven, lehet, hogy az új néven, nem tudjuk biztosan, hogy mit védettek le, meg mit nem. Nagyjából, igen, átnézzük a szerződésünket, megnézzük, mit lehet, és 3-4-re eldöntjük a játék nevét. És még ajándék sincs, de majd utoljuk azt is. Balázs ma Lajos, Feri ma Józsi. Gratulálok, hogy itt vagytok, én is hallgatlak benneteket, nagyon jó, amit csináltok, Michael McNutt. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük. Igazán hízelgő, hogy még ő is küldött nekünk SMS-t. Ott ül mellett a táskás szemekkel kialvatom egy fordító. Igen. Gyerekek, nagyon hiányoztatok már, higgyetek el, nekem se könnyű, örülök, hogy vagytok, így befelé van mit hallgatni. Bocskor Gábor. Köszönjük szépen. Nincs mit, Gabi. Na, milyen volt az elmúlt két hét? Milyen volt az alvás? Meséltek egy kicsit. Egyáltalán tudtatok-e sokáig aludni? Mert hogy én azt hittem majd, hogy 10-ig fog dőzsölni, aztán rájöttem, hogy van két gyerekem. Igen, mikor egy gyerek 7-kor ugrál rajtad, annál nincs is szebb.
hogy erre így rájössz, hogy azért olyan nagyon nagy alvások igazából nincsenek, vagy nem voltak. Na ebben hát viszont olyan nyert. Igen, hogy rajtam már nem ugrált a gyerek, hogyha ugrált volna rajtam, akkor baj lenne, mert most valószínűleg valamilyen súly fürdőben feküdnék, és valamilyen terápiás jelleggel próbálnám egy helyrehozni a gerincet, a 60 kilós gyerek ugrált volna rajtam. Hát nálam a 4 órás fekvések voltak masszívan. Tehát, hogy az összes, négykor feküdtél? Igen, az összes új és régi kedvenc sorozatomat mind végignéztem, teljes komplet évadokat. Tehát, hogy újra befér az Elit alakulatok, a Pacific, az utolsó trollok harca, Westworld, gyakorlatilag minden. Minden, amit kihagytam. Úgyhogy a 4 óra fél öt körül feküdtem le minden nap. Hogy engedheti meg magának? Nem tudom, én azt hittem, hogy nem rádiózunk, és majd belemegyek az éjszakába, meg mozizás lesz, meg bepotolom minden filmet. Olyan szinten nem történt semmi egyébként ebből a szempontból legalábbis, mert annyit dolgoztunk, hogy ez a dolog összeálljon, meg hogy tudjunk kezdeni, hogy tulajdonképpen ugyanúgy 10 korájú leszerűen döltem be az ágyba, se egy sorozat, se egy mozi, semmi. Tehát olyan lemaradások, amiket nem tudom, hogy fog behozni. Amikor elbúcsúztunk, majd elmondom, hogy neked a legjobb. Mindig tudom, hogy neked a legjobb. Azt mondjuk meg őszintén, hogy picit hosszabb szünetre számítottunk, és akkor én úgy voltam vele, hogy az első egy hetet, kettő hetet. 3-4 év. Hát nem, azért annyira nem, kicsit jobban meghajtom, tehát telepakoltam az egészet, mondom, mindent elintézek, és a karácsonyba érted, ilyen cukin fogunk belemenni. Tehát ott már tényleg sütés, gyerekekkel játszás, ezért a 2 hetet, ami volt mögöttünk, azt én elkezdtem pörgetni, és akkor egyszer csak jött a telefon, hogy akkor Ferko, hétfőn kezdünk majd közbali. Jó, annyira azért nincs veszély, nem mondtad már, hogy csak egy hétig leszünk? Próbáltam beadni a vezetőségnek, de legalább 2 hetet szerettek volna az elején. Ne zárassuk már be ilyenkor. Tehát tényleg, ha már vezetőség alapértelmezett a weboldal nálam a Mr. Funky, ezt átállíthatom? Nem hallja. Igen. Nálam egy Louis Vuitton bolt van nyitva, úgyhogy ezt lehet, hogy bezárnám, lehet, hogy Timi még itt járt a stúdióban, és megnézett egy-két outletet. úgyhogy ezt mindenképpen át kéne alakítani. Na, csak mondom egyébként, Laci, kicsit járt körbe a stúdiót nyugodtan. Mutasd meg, hogy mennyire szép, mennyire új, hogy az ajtó már egyébként össze van firkálva itt a Rádió 1-ben. Mindenki, aki itt jár, vagy aki vendég, vagy aki műsort vezet, ahogy látom, az írhat valamit az ajtóra. Cserpes Laurától kezdve Sarka Katáig mindenki itt volt, gyerekek. Kata mondjuk... száma is ott van. Kata száma is ott van? Igen. Kata posztolt bennünket, hogy drukkol nekünk, és ezt fog bennünket hallgatni. Igen. Hát most mindenki posztolt bennünket, csak mondom, mert hogy az vitte a lájkokat, tudod. Hát pro és kontra posztoltak bennünket, igen. Most lehetett belénk rugni is, meg lehetett bennünket szeretni is. Na, de mutasd meg nyugodtan, Laci, ezt az egész stúdiót, hogy milyen szép. Nézd a fényeket, ahogy változik. Nézd meg. A pult fényünk. Ahogy most még. Kék, ettől fogunk megőrülni egyébként 10 perc múlva, sárga. Mutasd meg a sztárok aláírásait, de végig mutasd azt a nevet, hogy Tolvaj Reni, nehogy félreértsék az elejét. Ez milyen menő, hogy össze lehet firkálni az ajtót egyébként, igen. Nem? Szóval nagyon, csak nagyon az. Igen, vigyázz. Köszönöm, meg az ecserülti puti ajtaja között nagy különbség nincsen. Igen. A metro aluljáróban. Na, nagyon sok hallgató ír nekünk SMS, nagyon drágák vagytok tényleg egyébként. Köszönjük szépen. Úristen, de vártam már ezt az ünnepi pillanatot. Sosem szoktam ilyen korán kelni, de ma muszáj volt miattatok. Imádlak titeket. Potyog a könnyem a boldogságtól. Minden jót nektek az új helyen. Jóban, rosszban veletek. Ezt küldte nekünk Timi, drága vagy. Köszönjük szépen. Jó, de akkor tegyük azt azért barátok közt, azért sokkal másabb dolgozni. Ahó vagytok, látlak vége, igaz, csak online, Pécset vagyok, de így is nagyon örülök. Köszönjük szépen. Minden reggel 7 éve veletek ülök az autóban, és megyünk munkába, örülök, hogy újra vagytok. Üdvözlettel, András, a kertész. Szétrugom a falagatokat, kicikcakozom a seggeteket. Ide nekem az első fekete-fehér játékot. Jó, ő nem felejtette. Igen, az elmúlt 7 évet. Egy nagyon fontos SMS. Sziasztok, remélem az Enkoron is fenn lesz az adás. Sok-sok évet kívánok, üdv, golyó. Hát én biztos vagyok benne. Figyeljetek, lesz mindenhol egyébként podcastokat is tervezünk, ezeket le tudjátok tölteni, mondunk majd minden hasznos információt. Rájöttem, hogy miért jó ez a mikrofon állva. Kezdem belakni ezt a dolgot. Hát nagyjából most találtam meg, hogy mire jó ez a nagyon fura mikrofon állvány, ami itt a Rádió 1-ben van, hogy erre egy nagyon vidám rá lehet támaszkodni. Én is ugyanezért örülök, ennyi év után végre nem az én fejemen támogatom. Mondjuk a teljes műszaki vezérkar bedőlt a pult alá, amikor meglátták. Arra gondoltam, hogy egyébként, hogy amíg sötét van, reggelenként fényjelekkel vagy fénymorzézéssel köszönhetnénk Csabinak. Tényleg itt van szemben. Ha felmegyünk a tetőre, akkor most azért valljuk bőszintén, most itt az egyfőre eső, mondjuk négyzetkilométereket nézzük, az egyfőre eső ex-klasszusoknak a száma meglehetősen nagy ezen a területen, mert hogyha felmegyünk a tetőre, és itt sréhen átintegetünk, vagy átjelezgetünk, akkor csak valahol itt vannak, igen. Itt van egy ilyen kis téglás épületben, ott vannak egyébként. Na, olyan helyesek egyébként itt a Rádió 1-ben, tehát igen, a vezetés... Integetnek, hogy ez ne! Sok, barátok! Sok! Ne, Palácsik Timit, ne többet! Ne, Mr. Funk, Téla, Pulf, srácok, nézzétek meg a szerződést, nem el!
erre jöttetek. Igen. Ebből balhé lesz. Igen. És már 20 óra mutatják azt a táblát, amire az van írva, hogy nem közpénz. Igen. Szóval nagyon helyesek egyébként tényleg, mert mindenki a technikai részlektől, a vezetőségtől, a programtól, a sales-től, tehát bejöttek velünk együtt megélni az első adást. Aludhatnának és hallgathatnák náluk otthon, igen. Amennyiben olyan helyen vannak, ahol van rádió egy, vagy amennyiben nem Szentendőr laknak például, de hogy bejönnek, és itt vannak, és velünk együtt indítják a reggelt. Szóval azért ez egy nagyon, nagyon helyes dolog. Reméljük, és köszönjük majd szépen. Az utolsó adásra is jár ugyanez. Nem így van. Az előző előre rohantál. Szerdán, nem baj. Szerdán, mikor megkapjátok majd a tulajdonostól az első telefont, hogy viszont hallgattam az első megszólalást. Így, picit ez talán erősnek tűnt. Kedvelem a balijékat, de azért nem ezt beszéltük meg. Hétfő első adás, kedv fordítás, szerda kirúgás. Na, hát gyerekek, ha valakinek volt félelme vagy agálya műsorra kapcsolatban, hogy elveszíti ugyanazt a beszólogatós jellegét, akkor csak tessék ezt a megszólást meghallgatni, és már azt gondolom, hogy nem kell félni. Mennyi gomb, mennyi érdekes színes villanó? Csak óvatosan. Ki tudja, mi történik, mondjuk megnyom ezt itt, vagy megnyom azt ott. Kaptam egy papírt ebben a pillanatban, 10 000 feletti az online hallgatás. Wow, jelenleg. Na. Kétszer olyan mindes. Hallgatnak minket online, mint a Klassz FM-et egészen. De gonosz vagy, de ja, milyen jól esik, hogy ezt mondtad. Jó, egy picit lehet azért aljaskodni. Csak mondom, hogy most vagy fülest kaptak egyébként, vagy ismernek bennünket, vagy engem, de itt van egy DJ pult tőlem jobbra, ahol például Kuki kever minden este. És ezt lefették egy ilyen műanyag... Hát de úgy csinál, igen, nyilván az egész be van szerkesztve, csak itt húzogatja azokat a pontikat, és nyomkodja azokat a gombokat, amiket ő se ismer. De lefették egy ilyen nagyon szép műanyag. Uh-huh. Az a ragasztó tolóműveg golyóval. Igen, ilyen fedéllel vagy tokkal felkészülve arra, ha azért itt esetleg kiöblik majd a juharszirup levem. Igen, persze. Igen. Bio-juharszirup. A bio-juharszirup levem, és egy pici kókuszcukor, kókusznát cukor megy esetleg a gombokat. Kuki nyomná potit, este nyomná potit, de bevaragad a juharszíruptól. Tehát ők ezt lefették. Tehát azért tudják, hogy valójában nálunk mire kell figyelni. Az nagyon egy jel volt, nagyon hogy amikor múlt héten először bejöttünk, akkor az ajtóból dobtad ide a kocsi kulcsodat a pultra. Igen, hogy azért ezt mondjuk így lehetett tudni. Kuki aznapi remixel is szállt abban a pillanatban, mert a mentés gombra sikerült rákönyökölni. Na, szóval nagyon szép helyen vagyunk, gyerekek, ez a lényeg. Brutálisan jók a körülmények. Hát szájunkat tátva fogadtuk azt, amikor ide bejöttünk, és ebben semmiféle pedálozás nincs, de hát azért ti hallhattátok az hosszú-hosszú éveken keresztül, anélkül, hogy bármi rosszat mondjon az ember az előző munkahelyére, hogy ott azért vívtunk mi sok mindennel. Már ami a technikai körülményeket és a higiéniát és a tisztaságot illeti, hát azért ez egy más történet. Figyelj, megmozdítom a mikrofon állványt. Mm. Hallottátok? Tudod, mi volt ilyenkor? Emlékszel? Tényleg ezeket effekt, de nem tudjuk áthozni? Mindenütöm. Csak hogy így a megszokottság kedvéért, tényleg, hogy a hallgatók ne zökkentsük ki. Mindenütöm. Hát, egyébként én nézegettem, és egy nagyon picit komolyra fordítva szó, nézegettem a Facebook oldalon, azt a több ezer, több tízezer, sőt, hogyha összegyük, akkor azt lehet mondani nyugodtan, hogy több 100 000 különböző SMS-t, tényleg üzenetet, amit kaptunk, egyébként emellett rengeteg e-mail is volt, stb. Azoktól a hallgatóktól, akik nagyon-nagyon várták tényleg, hogy velünk jöhessenek ide is a Rádió Egyre, és komolyan mondom, hogy megható volt az a fajta... Sírtál? Az a fajta... Nem, sajnos a könnyeimet már elsírtam. Szóval, hogy megható volt, azt mondod. Csupaszpisztoly 2,5. Hogy szóval nagyon megható volt látni azt, hogy az emberek mennyire ragaszkodnak hozzá, és mennyire lehet bennük hinni, hogy ide is követni fognak minket. Én azt gondolom, hogy igen, volt megható, és kaptunk hideget, meleget. Igen. Szerintem benne van. Mi be fogjuk bizonyítani, és semmit nem változott ez a műsor. És ezt akarom mondani, hogy azoknak, akik bennünket most osztanak, hogy hova írtunk alá, miért írtunk alá, és egyébként is mi mondjuk az Andy-t mennyit cinkeltük őt is, de cinkeltünk nagyon sok mindenki más. A Lajostól, a Simicskától kezdve mindenki, a Rogán helikopterezésen kívül, szerintem mindenki téma volt. De nekik tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy hallgassák a műsort, és meg fognak arról győződni, hogy igazából ez a műsor... Hogy igazatokról tényleg eladtok magukat. Így van. Mi ez itt a pult alatt? Egy doboz van üliásvány? Köszönöm szépen, kirakta ide, szeretettel Timi. Mandula? Allergiásnék a mandulák. Mi a másik a pici? Szóval, hogy valójában semmit nem változott ez, és ugyanazt a műsort fogjátok kapni, hallani, amit eddig hallottatok. Így van.
Ugye fontos, hogy mesélj... ez boldogát ez Ferivel, mert a ködbért te fizeted. Így van. Ezért mindig jó, ha vállalkozóként jöttek be a szerződésbe, ezt megtanulhatátok a klasznál is, hogy a balhét úgyis én viszem el, úgyhogy igazából nektek volt két szabad hetetek, én meg beleőszültem ebbe a két hétbe, de hát ez egy ilyen konstrukció. Ez még ez is jól áll. Mondtuk, hogy szólja kell segíteni, de nem szólt. Azt inkább ne jöjjenek. Igen, megoldottam. Öregedtem egy 20 évet, de megoldottam. Egyre többen a közös forrás Richarda. Igen. Na, hát gyerekek, rengeteg SMS és rengeteg hozzászólás. Eddig a Kossuthot kellett hallgatni, mindig jobb volt, mint a többi. Vitti küldenek. Azt mondja Bram, hogy akkor a bocsik, vesztettek 1 millió hallgatót, nekik soha nem volt 1 millió hallgatójuk. Igen. Sziasztok, jó, hogy újra vagytok, szép az új stúdió, de a székeket azért. És itt eltűnt az SMS. Azt nem tudom, hogy nálunk tűnik el, vagy itt esetleg fának csatant az életében, mert annyira berélte magát az SMS. A lezsüreltetek a mieinkre, és ott volt benne egy cégnek a neve. Valószínűleg ez lehet. Én egy picit hiányolom a háttámlát, hogy ezt esetleg meg lehetne oldani enni, hogy... Az a mikorunkban már nehéz lesz így tartani magad 4 óráig. Kicsit ilyen bárszékes jellege van, nem hiányoljátok a piákat? Én nekem egészen megszoktam ezt a széket egyébként. Tehát, hogy meg lehet szokni azért a programigazgató. A programigazgató úr! Nem zavar a programigazgató Asperger szindrómája, tehát ez abszolút... tehát inkább legyen minden nagyon szép, mint praktikus, de gyerekek, ez gyönyörű. Én azon gondolkoztam, hogy hozok egy ilyen nagy labdát, és azon fogok ülni. Tudod, mert azon nem tudsz máshogy ülni, csak egyenes gerincel. És így 40 felé, kicsit bácsisodva, be akarok hozni, ez egy bazi nagy labda, és tud, azon úgy egyenes, az, hogy mindig egyenes a gerincel. Egy ilyen fitbolt, vagy 2 fitbolt, és a másodiknak a tetején próbálok egyensúlyba üldögélni. Ha elfelejtettem, hozok be egyet, mert nemrég volt a televíziós világnap, és akkor kaptam ilyen hatalmas MTV-ás labdákat. És látod, milyen jól. Azt mondjuk csodálom, hogy neked küldtek. Látod, milyen jól fekszem az MTV-nál. Milyen szépeket írt rólunk az MTV-á, igen. Köszönöm, hogy hallgathatlak benneteket ismét, meghaltam nélkületek. Pap Hajnalka Irén, puszilunk, kitartás, itt vagyunk már. Azt mondja, hogy jó újra veletek, már be is írtam a telefonszámot a telefonkönyve, aztán csak ügyesen Zsú küldte nekünk. Újra szintpisztek a reggelekben, már kezdtem unni az angol rádiót. Koxi küldte nekünk Angliából. Olyan jó újra Bali hangjára, Jani viccére és Feri nevetésére kelni. De drága vagy, igen. Jó, hogy újra itt vagytok, nagyon hiányoztatok. Feri kicsit megkésve. Boldog névnapot kívánok, ti vagytok a legjobbak. Erre most volt. Tegnap előtt, kérlek szépen, de én is átaludtam, ne izgulj. Ja. Tehát, hogy már semmi ivás, semmi partizás, csak utólagosan. Igen. Isten hozott benneteket, hajrá, 96.4 Roxy. Köszönjük szépen. Tényleg az volt, de jó. Igen, 96.4 az a Roxy volt. A 92.9 volt ugye a Rádió DJ, és a 96.4 a Roxy volt, így van. A Roxy rádió, még a Béressel, azt hiszem, hogy igen, a Béres volt reggel, a Béres volt nálunk a DJ-n, és utána ment át a Roxy-ra. És talán ugyanezzel a programizgatóval, nem? nem tudom, ott a Fly mit csinált, igen. Morgan, a fekete listát nem hoztátok magatokkal? Kérdezi Maxi. Maxikám, ezek szerint nem, mert itt van még az SMS. Újat kezdek. János elkezdte a fekete listát, úgyhogy szerintem néhány perc, és már jöhetnek majd az SMS-ek, akik azonnal mennek fekete listára. Brown is itt van, már letiltottatok, nyomik. Brown, itt ma mindenki kap egy új esélyt, azért ma mondjuk el, hogy itt ma mindenki tiszta lappal indul. Ennek nem az oka, hogy mi ennyire jó arcok vagyunk, hanem még nem tudunk senkit fekete listára tenni, mert nincs még meg a szoftverünk ehhez, de már a fejlesztők ráálltak, hogy meglegyen. Úgyhogy holnap már mindenki fekete listára kerül. Még nem vagy letiltva, Brown. Figyelj, a fekete listásokat olvasod. Igen, itt van, gyerünk, gyerekek, nem hiszitek el, hogy megérkezett Szatyi, itt van Szatyi is velünk, Szatyikám, hello, az első játék az enyém, leszarom, mit kell csinálni. Na. Szatyi is megérkezett. Adony után nem hallak benneteket tisztán, csináljátok valamit. Gyerekek, igen, hát ezt nekünk is szokni kell, ezt nektek is szokni kell, dolgozunk azon, addig ott van az applikáció, ott van az online, és higgyétek el, cél, hogy sok erre eljussunk. Úgyhogy szerintem ezzel nem lesz baj. Egy kicsit türelmet és egy pici időt kérünk benne tőletek, és azt, hogy azért, mert hogyha valahol nem vagyunk, azt ne személyes sértésnek vagy ellenünk fordulásnak vegyétek, egyszerűen jó, hogy hiányzunk, köszönjük, dolgozunk azon, hogy sok helyen és legyen csak rádió. Mi, mert a mobiltornyoknak a gyártását már elkezdte a Mészáros és Mészáros. Na, jól van, megjött. Ügyes.
közlekedés. Jó. Egyelőre már igen. Laci, közlekedés. Meg volt mindent, elmondtatok. Közlekedjetek egy kicsit. Fogunk majd közlekedni is. Jó, nem lesz egyszerű. A frekik, csak mondom, nem lesz egyszerű, igen. A frekik fönt vannak a Facebook oldalamon is. Egyébként Feri is föltette, tehát Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balaton, Baja, Dunaföldvár, Paks, Heves. Ott vannak, és ez most nem egy vízállás jelentés volt. Balaton, Baja, Amor nincs. Igen. Szóval ott vannak a frekik. Anna, gyere már be egy pillanatra. Gyere be egy picit. Nem mutatás. Nem mosolyogjál már, mert új stúdiót van. Tudod, nézd meg. Jani, odaadod neki egy picit a mikrofonot. Ah, ott van. Anna, hello. Az új hajú lány, nézd meg. Új haj. Műsorhoz új férfi kell, ezt túl sosem felejti. Gyere. Nem mondtad, hogy az elmúlt... Cinkeltek mindig. Nem mondtad, hogy az elmúlt két hétben rászoktál az Unikumra. Igen, és a Nóta TV-re. Nagyon jó a hajad. Köszönöm. Nagyon jó. Gondoltad, új munkahely, új haj. Hát érted, persze. A sajtótájékoztatóra csináltattam, csak akkor már annyira izgultál. Nem, megállapítottam a sajtáján, és mondtam, hogy új haja volt a Zsülnek is, új haja volt az Annának is, mindenkinek egyébként. Véletlenül rányítottam a WC-t, alul is vágatott. Igen. Azon írozás. Na jó van, gyerekek, oké, írjatok akkor nekünk SMS-t, jó, ha jelentkezzétek játékra egészen nyugodtan, jó, 0620-311-111-111 ez az SMS számunk, mondjuk majd, hogy néz ki nagyjából a műsor, mik azok, amik megmaradnak, mely játékok változnak majd a későbbiekben, mi az, amit megtartottunk, úgyhogy lehet közlekedési híreket küldeni, és hát vigyétek a hírét, a frekvenciának, a rádióegynek, hogy hol lehet bennünket elérni, és figyeljetek, hallgassatok. A zsűr is kapott személyre szabott SMS-t, imádni való a csaj. Igen. Fél hét van pontosan, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk nem sokára. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, hello Jani, hello Feri. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. Már ugye a Rádió 1-en 0-23-111-111. Jól mondom? Jól tagolom? Mindegy is. Azt képest, hogy 40 éves vagyok, egészen jól mondok esetben számokat egyébként. Nagyon nagy gond szerintem. Hallgatók érdek, hogy egy picit beszéljek hangosabban, a tulajdonosok pedig, hogy halkabban. Majd igyekszem egy köztest. Én kapom az eseményeket, a kicsit hallgattassátok el, a kicsit túl sok, a kicsit túl erős. Nézz át a szerződést, nem erre jött. Na, itt vagyunk, drága hallgatók, és nagyon-nagyon sok SMS még mindig egyébként. Nagyon jó érzés, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, hogy ilyen korán áttekertetek, átjöttetek, velünk együtt ébredtetek, és hát rengetegen írnak olyan hallgatók is, akik azt mondják, hogy egyébként 8-kor, 9-kor keltek volna, de most így az első adást azt meghallgatják, és szolidárisak a többiekkel is, felkeltek 6 órakor, hogy belehallgathassanak az adásba. Úgyhogy nagyon jól esik, köszönjük szépen. Ma még ez a szokjuk egymást, szokjuk a rádiót, a rádió is szok minket adás, ugye? Vagy szokik, hogy szok minket. Hogy tetszik mondani? Ezt a csávot leszerződtettük, beszélni se tettük? Még előkönyítés rádiósok? Szóval ma még ez csak egy ilyen kis körbeszimatolgatás, nyilván, de hát azért a aztán majd eldöntjük, hogy ki legyen a szuka. Igen. De például ugye azt ígértük, hogy elmondjuk, hogy milyen játékok maradnak meg. Hát ünnepélyesen bejelentetjük, hogy a nagyon sikeres, méltán népszerű játékunkat, a Fekete Féligelemet, azt mi megtartjuk. Tehát azt mi megtartjuk, azt mi szerettük, úgyhogy szerintünk az maradhat. Hát meg így nem tudtad volna földobni az év végét, tudod, hogy az univerzum és a galaxis mindent vívő királyai legyenek a hallgatók. Hát csak mondom egyébként, hogy látom a 2016-os összesítést, komolyan mondom, az eszem megáll. Hallgatók 9 hetet húztak be, Anna már elküldte egyébként, műsorvezetők pedig, na mondjatok egy számot, a műsorvezetők mennyi? Hát legalább 32. 33. Á! 33. Na, most neki, azaz. Eljé, na, nem. Jó. Mennyi színes gomb, mennyi minden. Balázsnak fel van címkézve. Igen, ott az egyik része, ebből nem lehet gond, ezt tologatom. Ez nyugodt, ugye gyerek, ez csak egy taps, ebből nagy bajt nem csinált. Szóval, hogy 33-9-re nyertünk. Úgyhogy, kezdjünk új időszámítás, vagy játsszuk végig ezt? Ne, ez az évet, persze. Ez még két hét, tehát 33-11 lehet maximum. 33, tehát annyira lehet, tudnak már csak följönni. Így van, mi nem változtunk, csak a frekvencia, úgyhogy játsszuk végig az egész évet. Játsszuk végig, na, várjál, akkor mindjárt valakit a pultra
pultra varázsolunk, jó? Pultra döntünk. Mindjárt. Viszonylag szűkös a választék, ott van túl magas. Új szignálunk van egyébként, gyerekek? Fantasztikus új szignálunk van, megmutatjuk. Jó, már is játszunk itt, van már is egy hallgató. Készültél? Jól gondold meg a választ. Anyád belérzett a fülem. Azt a mindenség. Ez a meggyere durva. Bocs, aki most ébredt, ez bombasztikus volt. Gyerekek, ez olyan volt, mint korábban. Érzik a bal fülem. Na, itt van már a hallgatónk egyébként. Szanitéc! Szanitéc! Halló, jó reggelt! Itt vagyok, sziasztok! Mit? Hello! Jó reggel! Ciao, hello! Laci, jól mondom? Igen. Éppen ülök és gittelek a budin. Ez is te vagy a mi hallgatónk. Úristen, miért érzem azt, hogy ugyanott folytatjuk el két héttel ezelőtt? Ülsz a budin éppen? És a család alszik? Dehogy. Ja, azért. Ja, mert kértem volna egy helyzetjelentést, hogy apró pici bogyószerű esetleg. Ne. Nem, megfelelően krémes és lágy. Jó, köszönjük. Akkor eszel elég rostos vagyunk. Majd küld el, hogy mit eszel, mert nekem ezzel már így 40 körül vannak problémáim. Lacikám, honnan hívtál bennünket? Én Budapestről hívtam benneteket. Budapestről. És régi hallgatónk vagy, új hallgatónk vagy, átjöttél, most jöttél, ez az első, hogy hallgatsz bennünket. Nem, én az előző frekvencián is hallgattalak benneteket nagyon sokáig, szerintem a kezdetektől, még a pirítóst is hallgattam, és most itt veletek újra. Ó, hát a jó kis pirítós. Milyen volt az elmúlt két hét? Anna azt mondta, hogy nem lehet csúnya szavakat mondani, úgyhogy... Nem, csak finoman, mondani. Csak diszkréten, kulturáltan, nem bántva. Nem bántva. Igen, a konferencia szar volt. Köszönöm szépen, János. Egy újabb, egy pont. Ja, most csaptak az NMH-ba a levegőbe. Yes, ezeknél semmi nem változott. Élénke, küld az első csekket. Nem, az általában úgy szokott, hogy ilyenkor csak megnyitnak egy mappát, aztán majd később. Ha változnak igen. Az erőviszony. Ott a levegőbe csaptak. Szóval, hogy mit hallgattál? Zenét hallgattál, vagy nem hallgattál semmit? Vagy belekóstoltál? Azt nem baj, lehet mondani, ha másba belekóstoltál. Tehát nem vagyunk mérgesek. A Bocsiékat, vagy Petőfit, vagy volt bármi, le tudtál hallgatni kicsit? Bocsiékat egyáltalán nem. Nem? Nem próbáltam egy pici rock rádiót, ha lehet így mondanom, hát az nem jött be. Aztán hát a Sláger FM-re kezdtem el tekergetni, de hát... A Csabi persze, legalább ismerős hang. Csabi az úgy, ahogy itt a pirossal ott nyomtak ott valamit, de nem volt valami tök jó, de hát mai naptól kezdve új a Rádió 1. Persze, egyébként tök igazad van, mert az embernek sósat is kell lennie ahhoz, hogy tudja, milyen jó az édes. És még a keserét is meg kellett kóstolni. Nem volt ördögi kacaja végén, írják a hallgatók. Tudod, a szignál végén. Tényleg, az elfelejtettétek. Hát nem, mert úgy, mert megsüketültünk a robbanástól. Az lemaradt, igen, hát ne felejtsük el. Csak azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy Ákosnak üzenünk. Igen. Lacikám, figyelj ide. Kivel szeretné játszani? Hát természetesen veled, Balázs. Tiéd az első. Miért én? Szerintem másképp. De miért? Tehát ez miért érezted úgy, hogy most ezt velem kell eldöntened azonnal? Úgy érezted, hogy... Mert látom a búrádat itt a laptopon, mert nekem az élőadás is megy a fészen, úgyhogy az egy olyan pillanat lesz, hogy látlak is, bár egy picit csúszik az élőadás. Akkor mindjárt nézd meg, mit mutattam. Igen. Mindjárt odaér. Most mit látsz az élőben? A beköszönőnket egyébként? Jani nyomkodja a telefont. Igen, hát az történik. Most mutogatod fel a kezedet a két békejele. Most ezt meg most nem mondom ki, hogy mit mutattál. Ja, akkor körülbelül egy 20 másodperc csúszás van, mindjárt figyeld, hogy János mit üzen neked, de mindjárt ő is csinál neked valami kis nagyobb fincsit. Na jó. Oké, figyelj, Laci, hát akkor játszunk, én benne vagyok egyébként. Tehát nekem ezzel abszolút semmi gondom, csak át kell állnom erre a játékra most azért, így az elmúlt két hétben én kiestem. Kiestem a gyakorlatból. Jó, oké, na figyelj, mehetünk akkor. Jani, tegekére külön egy táncolára, mert az a csípő mozgás nem volt valami. Nagyon jó, de akkor most... Bár így 40 fölött, úgyhogy már az már... Így van, otthon nem panaszkodnak azért. Mondjuk nem is csinálunk semmit. Mire panaszkodnál? A nachoszra vagy a sorozatra, érted? Mónika már rég alszik, mikor te mellé kuporodsz így hajnali fél ötkor, mikor világosan. Mikor én elkezdek csajozni. Igen, mikor te rámész a csajozásra, Móni. Jó. Móni már húzza a lóbert. Oké, na jól van, Lacikám, mehetünk akkor? Menjünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Azt a mindenségét, de szól ez. Hát először is üdvözöllek benneteket újra az éterben. Üdvözlünk mi is itt az éterben, és örülünk, hogy velünk vagy. Köszönöm szépen. Itt vagy, haló? Balázs, hallgatlak. Na kérdezzél te, figyelj most, régen
Régen találkoztunk, az első kérdés az lehet a tiéd. Lehet, biztos? Biztos. Jó, akkor szeretném azt megkérdezni, hogy mennyire lesz neked gáz, mert látom, hogy az élő adáson előtted nyomkodod a pulton? Gombokat, vagy... Hát vannak itt mindenféle gombok, egyébként szerintem 10-re belejövök. Egy csomó érdekes gomb, csomó szín, mindegyiknek más a színe, úgyhogy egyébként tetszik. Aha, aha. Tetszik. És mögötted ki ül éppen? Ki az a csíkos pulcsis emberke? Ő a Zsülci. A Zsülci ott van? Itt van, persze, itt van mögöttem. És neki van hangja is? Ő meg tud szólalni. Megszólalni? Ez egy olyan igazi első játék. Picit rostás volt, de megvan. Megvan az ajándékcsomag. Megvan? Megvan. Megvan. Ilyes voltál. Nyalogattátok egymást szépen végig. Óvatosan, de megcsináltad. Jó? Ez egy nagyon nyomorúságos első játék volt, tegyük hozzá. Nem csak a terészedről, az érészemről, sőt, leginkább az érészemről is. Tehát ez a új nagyon nagy gondolkodás. Már írni akarták szerintem. Nyerekek, ezt játszottátok két évig? Hát ez jó nagy kola. Oké, okay, Lacikám, megvan. Mit van meg? Egy ajándékcsomagod van, és gyakorlatilag te kapod meg az első Rádió 1-es ajándékcsomagot, amit kisorsolunk. Hát. Ezért volt nyomorúságos játék, mert ez egy történelmi pillanat, hogy nektek az első adás, így az új frekén. Márta történelem nem mindig csak munka és kacagás van, hogy nyomorúság is. Lilu úgy leszik, hogy megtalálta az első, hogy a újabb frekét. Én nyertem, Balázs tele vagy nyomva, legjobb. Igen. Mit teszünk az ajándékcsomagba? Te tudsz valamit, amit én nem? Bögrét. Igen? Pasztartót, igen? Tollat, így alaphangon. Aztán megnézzük, hogy még találunk lent a raktárban. De ez már rádió, hogy ez minden, vagy ez valakinek a bökréje, amit most beleteszel? Nem, már beszéltem a kolléginával. Ja. Együtt megyünk le, és levertem már a lámpát. Na jó van. Oké, Lacikám, akkor küldjük neked, jó? Jó, köszönöm szépen, és lehetne még egy gyors privát kérésem hozzátok? Meg úgy több jó hallgatóhoz. Nekem ma reggel 8 órakor fogják műteni az egyik kiskutyámat. Oh. Egy 13 éves és Hörcsinek hívják. És szeretnék mindenkitől, tőletek is, a hallgatóktól, régiektől, újaktól egy nagyon nagy drukkot kérni, hogy sikerüljön a műtét is, hogy talpra álljon. Milyen kutyusról van szó? Ő egy tacskó és egy puli keverék. És ő múlt héten szombaton sajnos lebénult, és hosszú orvosi vizsgálatok alapján úgy néz ki, hogy a gyomrában van valami idegen test vagy tárgy, ami lehet, hogy ez okozza a bénulást. És hogyha egy ilyen nagy rukkot kérhetnék így mindenkitől, az országtól, nagyon a világtól, golyókon élőktől, akkor azt megköszönnénk. Már meg is kaptad szerintem. Jó, drukkolunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, kitartás, szerintem nem lesz be blökkivel. Reméljük ki. Ciao, köszi Laci. Hello, köszönjük szépen, ciao. Hello. Hát igen, azért nagy trauma, azért. Nagy. Nem? 13 éve veled van, és akkor most egyszer csak történik valami, az kemény. De jó, hogy így szurkolsz neki, meg akkor most már mi is vele vagyunk, kutyussal. Igen. Na gyorsan, még egy-két esetben szerintem belefér. A gyerekek, az applikáció nagyon jó, csak néha egy picit akad, csináljatok valamit. Hát valószínűleg sokan vagyunk most az applikáción, de dolgozni fogunk mindenen. Türelmet kérünk. Első napos vagyunk. Első nap, így hát van, tényleg, első nap, megoldunk. Türelem. Szokatlan még a rádiónak, hogy átütöttük a 100-at. Három óvisor és egy 2 évessel indul a napom, ti járva nagyon hiányoztatok a létszámhoz. Annyira jó, hogy újra itt vagytok, srácok, végre sokkal jobban fog menni a 24 órás munka. Sok sikert nektek továbbra is. Ágoston Balázs írta nekünk Győrből. Győr, csak mondom, Győr, gyerekek, itt van előttem, Győr 103.1. 103.1. Az a győri freki. Ekkor állítja automatikusan a rádió? Igen, tehát, hogyha én elindulok egyébként Budapestről, akkor ha én közben Győrbe érkezem, akkor átugrik automatikusan? Elméletileg igen. Hát egy olyan jó minőségű járműben, mint a tiéd, már csak tudja. Jó, de hogyha igényel, egy gyakornok lány is veled megy, és mindig utána áll. És kapcsol. Én igényelném, de a feleségem erős asszony. Tudjátok, erre azt szoktam mondani. Viki egy kemény csaj. Igen, és Annahegynél már ki lenne belezve. Igen, a gyakornok is. Mámi. Vas megyében sében hallgatunk titeket, 3 gyermekünkkel, neki is elnyozhatok. Puszi, Brigi. Sok sikert, uraim! NMHH! Köszönjük! A harccal a bevétel felé. NMHH. Igen. Nagyon jó esemesek meg. Játszanék egy fánkutalmányért. Igen, lesz majd új játék. Lesz. Írjál nekünk olyan szavakat, amikben szerepel a fánk szó. Gyufánk, pofánk.
Igen. Minden órát majd egy okis funk i zenével indítjuk. Így van. 9 óra után egy funk összeállítás hallhatunk majd minden rányon. Azt mondja, Bali, a huncutka kis hajszáladat lesimítottad már a fejed búbján? Nem tudom egyébként, tényleg huncutva, azért nullásgéppel fogok rámenni. Fiúk, nem is gondoltam, hogy ennyire kötődünk hozzátok, mindig csak bekapcsoltuk a rádiót, hallgatunk titeket, amíg autóban ültünk, nevetünk a poénokon, aztán jött ez a két hét nélkületek. Az összes nap valahogy sokkal rosszabbul kezdődött, mint előtte. Örülünk nektek, puszi, Virág és Laci. Igen, egyébként valóban így van ez, most nem rólunk beszélek, hogy amikor az ember valamit természetesnek vesz, akkor azt mondja, hogy itt van, hallgatom, kicsit néha indisponáltak, unom őket, de azért jó. Aztán amikor ez elveszik tőled a kedvenc játékodat, dolgodat, tárgyadat, hozzátartozodat, szeretteded, akkor jössz rá tulajdonképpen, hogy mennyit jelentett. Nem? Ugye? Most ügyesen emelem magunkat. Jó, egyébként nagyon szép igen, volt. Messziről nyitottam ezt a gondolatmenetet, de nem odaértem a végére szerintem. Én fizetős hallgattam az álságosságom. De tényleg így van. Tehát, hogy néha egy kicsit meg kell tapasztalni azt, hogy milyen az, amikor a kedvenc valamid egy picit nincs, hogy rájöjjél, hogy mennyire fontos volt. Nem? Ezt most olvastam, Osó. Ez egy Osóféle valami. Na, drága hallgatók, fontos, hogy küldjetek közlekedést. Jó, hogy tudjuk azokat segíteni, akik úton vannak, mert hogy természetesen minden ugyanúgy marad, és hát a közlekedési hírek is. A közlekedési hírek is megmaradnak. Na. Bocsánat, csak elhallgattam egy kicsit, mert kerestem egy jó ide passzoló idézetet Rogán Antaltól, valami szellemes, de nem találtam semmit. Na, Osó mellé akartad tenni. Osó mellé azért ez egy komoly. Magasra tettem. Magasra tettem a lécet. 4 perc, ha pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Jó, az SMS számot tessék megtanulni, beírni, elmenteni. Nekünk is. Én csak azt mondom, hogy 06, 20. Hát, most 20? Lehet 30-et is. Jó, mondjuk 20-at, tessék. Ja, várjál, de 06, 20, 30, 70. 06. 20, 30, 70. 311, 111, 111. Jó, nem jó mondod, mert 311 az azt jelenti, hogy 311. 3, 111, 111. Mert ha úgy mondom, hogy 311, 11, 11. Jó, ebből egy ilyen nagy klasszik lesz. 311. 3x11. 11, 11, 11, 11. Nem, 3, 311. Kórház. Tessék mentőszolgálat. Kórház. Tessék mentőszolgálat. Kórház. Na, tehát 0-20, 311, 111, jó? Tudjátok, ti ezt már nem kell nektek mondani. 4 perc van pontosan, 7 óra jövünk. 311, 311? Nem kussolnál egy picit, hogy el tudjam indítani? Itt kapuk vannak. Ablak van. Itt ablak van, ha ezt nem nyitod ki. Ablak. Nem nyitod akkor ki, érted? Akkor izzadságszak lesz estig. Nem Miskolcon sikítanak. Nem megy le a reklám. 4 perc van pontosan, 7 óra jövünk, köszönöm sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok, jó reggelt. Itt vagyunk. Itt vagyunk, már is van online közvetítésünk, és nagyon sok fontos infónk van egyébként, amit el akarunk nektek mondani. Egyrészt ugye van egy applikáció, azok is töltsék le, akiknek megvan ez az applikáció. Töltsék le újra, mert hogy ez frissítve lett. Kettő, hogy írjátok az online adást. Nyilván itt hát dolgozunk azon, hogy ez megoldódjon. Hoztunk most egy olyan tömeget magunkkal, mind ugye az analóg adásban, mind a online, amire egész egyszerűen, hát nem az, hogy nem voltak a srácok felkészülve, csak elértük a teljesítőképesség maximumát, és nagy erőkkel dolgozik mindenki azon, hogy az online adás is, és az applikáció is zökkenőmentesen szóljon majd nektek. Kell egy pici idő, ugyanis ez hát ami jó, az ugyanakkor rossz is, de annyian vagyunk és annyian vagytok, hogy nem fér föl most mindenki hirtelen a szerverre, de szerintünk ismerve professzionális kollégákat és ahogy dolgoznak, ez egy-két napon belül megoldódik, úgyhogy lesz hely mindenkinek. Akinek van applikációja, az is töltse le újra, mert hogy frissítve lett, azon már egyébként könnyebben lehet hallgatni bennünket. Sokan vagyunk, ez olyan, mint egy ilyen Black Friday, amikor mindenki rohan, és megveszed, és amihez hozzányúlsz, akkor ott vagy, ha ledob, akkor újra sorba kell állnod, és újra menni, de dolgozunk rajta, és ez meg fog oldódni, úgyhogy aki kitartás már, mindenkinek, jó? Aki már adott fel csekket postán, az tudja, hogy milyen érzés ez, úgyhogy szerintem kb. Ugyanerre lehet számítani. Amúgy csak mondom, hogy van a rádióinknak természetesen egy fantasztikus Facebook oldala is, amin egyébként 839%-os emelkedés tapasztalható.
nincs mit. És ez azt jelenti, hogy nem sokára meg lesz a 400 ezer követő. Na most a rádió vezetőségétől kaptunk egy felajánlást, mégpedig azt, hogy megpróbáljuk majd kiszűrni, hogy ki a 400 ezredik, és egy nagyon-nagyon szép ajándékot fog kapni a rádiótól. Úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes a Facebook oldalt is lájkolni, és hát lenn voltunk a kolleginával a pinyóba. Na és mit tud? Mit tud a kollégina? Melyik kolleginával? Mi az melyik kedem? Mindegy. Mindegy nekem. Ja, hogy hoztál ajándékcsomag. Új hús ez a link. Na, és itt van az ajándékcsomag, amit fel tudunk ajánlani ma is, meg a jövőben is a nap különböző játékaihoz tartozó nyerteseknek. Azt mondja, hogy van egy csodálatos Rádió 1-es póló, ami rám jó, Ferire már kevésbé. Van egy jó kis nyakbakasztónk, van egy csodálatos bögrénk. Csak igazi ma is láger megy. Aha, ezt megszokni kell. Illetve egy tollunk, egy golyós toll. Menő kék színben minden. Bye, bíró. Igen, tehát ez az alapcsomag, tehát ez lesz most benne egy ideig, és aztán majd ezeket még bővítjük. Ha akarsz, belerakadsz még valamit. Azt megküldjük, jó? Szívesen, tudod, hogy milyen készséges vagyok. Jó, oké, nem, mert ezzel nincs baj, sőt, hát ez nekem tetszik, csak kérdezem, hogy ez ilyen gyorsan összeállt, mert hogy ezen ugye tanakodtunk, hogy mit tudunk majd adni, de hogy ez pillanatok alatt akkor meg lett tulajdonképpen. Hát csodálkozó, hogy üvöltöztél két megszólás között velük. Igen, reggeli sós bögre még nincsen, de hát ha nem is kell, majd jó lesz a régi nép. Gyerekek, dolgozunk az ügyön. Annyi mindenen dolgozunk, és annyi minden ügyünk van, hogy még ki tudja, hogy az új logóval már? Tessék? Az új logóval már, amit meg lehet tekinteni. A régit azt gondolom a gatyádba, de az új logó. Figyelj, most már annyi fórumon vagyunk, hogy nem tudom, hol lehet. A Facebook oldalon. A Morning Show Facebook oldalán ott van. Igen, ott van, abszolút. Vali, ki volt a riporter csaj? Kérdezi valaki, aki nézi az online. Itt volt a Fókusz. Igen. És forgattak. Úgyhogy szerintem ebből este lesz fókuszadás. Így van. Hát ha benne lesztek. És nem széken térdelt, nála tényleg egy picit túltolták a Robébi. Igen. Andy megint most kezdte ráncolni a szemüldökét. Fókusz. Kettő forgat itt. Mi a fókusz? Tibi, az már az enyém. RTL, vegyük meg azt is. Hogy nem a Tibi kettő forgat itt most náluk. Hát mi a fókusz? Mm-hmm. What the fuck is going on? The radio one. Tibi. Aiko már zsebbe áll. Meg is. Ne jobban. Jó, ennyi csak a bemelegítés. Így van, mi folytatjuk. Lasz, te mind dolgozol ennyire most egyébként nagyon. Uh-huh. Így nem el nekem valamit. Olyan fura ez ennyi év után. Nem, ha SMS-t jelölsz, megnyugtatsz. Ha témát hozol, megnyugtatsz. Csak látom, hogy folyamatosan dolgozik valamin, és én szeretem tudni, hogy a stábunk az most min ügyködik éppen. Az online adáson, az Facebook oldalunkon, az élőn, a témákon, tehát hogy mind dolgozik. Azért ez fontos. Na, azt mondja, hogy köszi, Bali, eddig nem ment el az SMS, de már jó, csak akartam mondani, hogy de cuki vagy. Annyira rosszak vagytok, hogy az már fáj, de én mazoista vagyok. Imádlak benneteket, tűnik drága vagy. Igen. Bali, most vettem észre, hogy ugyanolyan felsőnk van. Nem tudod, melyikünknek rosszabb? Puszi, Niki. Először is boldog névnap, így utólag jelentem. Puszi. Jó a vétel itt is, Gáva Csellőn. Örültem, mikor meghallottam, hogy hol lesztek. Gáva Csellőn. Azt mondtam? De. Gáva Csellőt mondtam. Jó, most... Tényleg köteketek, Gáva Csellő. Hát a Gáva Csellőek úgy is tudják, hogy Gáva Csellőt akartam mondani. A Gáva Csellőiek pedig nem kapják fel a fejüket, mert olyan nincs. Aztán azt nézem még, hogy... Tanti mama azt mondta, a múlt heti Morning Show jobb volt az önintonál. Örülünk, hogy újra vagytok, ezt vicce küldte nekünk. Polgár Peti Huna Freki dala jött, és megvan a Freki, kérdezi Ákos. Olyannyira, hogy Peti dolgozik a dalon, ezt ilyenkor mi mindig még egy kicsit visszadobjuk, átgyúrjuk, de dolgozik rajta, úgyhogy szerintem jó lesz. Itt a Freki, a Huna Freki után egy Itt a Freki, szerintem Olytatódik. Peti nem sokára elkészíti. Arccal a nagy lemez, ha még van egyáltalán olyan felé. Igen. Attila vagyok, lesz-e naphallgató játék, ha igen, hol kell felvenni a telefont? Hát úgy, hogy hol kell felvenni a telefont, hát a naphallgatója, az csak fölveszi a saját telefonját 9:50 környékén, és bemondja, hogy Morning Show, vagy bemondja, hogy Reggeli Show. Most a Reggeli Show-t mondjátok, mert azzal tudtok nyerni. Azt megtartjuk szerintem, ugye? Hát az abszolút megtartjuk. Igen. Mit adnak el a szélszesek, érted? Megnéztem egyébként, a Gáva Vencsellő Nyíregyházához van, a Nyíregyházi Frekihez van a legközelebb, hogyha nem interneten hallgatnak minket, a Nyíregyházi Freki pedig... 91-1! Ezeket tudod így fejből? Na persze, itt a papír, Jani kinyomtatta. Ja, fejből tud olvasni.
Gyerekek, segítsetek, engem csak azt tud elindítani, ha hallom, igen, befordították a tévét, látom egyébként, elképesztően jó. Pont fel akkora, mint a tiétek otthon. Régen nem voltál nálunk, úgy látom. Ja, tényleg. Ja, az a régi, ha régi kiszortátok már. Volt egy lakásfelújítás. Egy garázsban. Igen, és egy garázsvásár, akkor elkelt. Igen. Na, doszpoték vették. Csak, hogy jobban induljam a reggelem, légy szíves, a Pákótól, a minden fogtok halni, én ezt várom két hete. Minden fogtok halni. Csak itt van. Gyerekek, ezek itt vannak, enélkül nem megyünk sehol. Na, mi lesz most a híres Boom szoftverrel? Nem lehet kamuzni, látszik élőben. Így a Géza. Hát az élővel az a helyzet, hogy ma ez egy ilyen különleges történet, hogy élőt adunk egyébként. Nem lesz ez mindig így. És azért nem lesz ez mindig így, mert nem. Nézzük a következő SMS-t. Aha, így van. De mutatom, mi történik olyankor, amikor a Boom szoftver beüzemegy. Már a kettőt nem tudsz egyszerre. Kettőt egyszerre nem tudsz tönkretenni. A másik. És most akkor azt a másik. Hülye állat. Szóval, hogy ez nem lesz mindig így, fogunk adni természetesen. Néha történik valami a stúdióban, de mindig folyamatosan 4 órán keresztül nem fogunk egyébként élőt adni. Úgyhogy ma nézzétek, hogy dolgozunk, hogy ülünk, mert holnaptól már nem adunk majd élőt. Lesznek, ha vendégeink lesznek, vagy zenekar lesz, vagy meghívunk valakit, akkor természetesen adunk, de egyébként nem tervezünk azért folyamatosan élőt adni. Vagy engem rázadtok árammal, vagy segbelőttök ezeknél nyilva, ugye? Tehát amit szoktunk. Igen. Az SMS-ezők nevét itt el tudjátok menteni, vagy maradjon az aláírás, kérdezi Szala. Drága vagy, de jó a régi neveket újra látni egyébként, csak 2 héttel telt el, de úgy örülök, amikor látom a neveket. Szerintem az a legjobb, ha aláírjátok, el is tudjuk majd menteni, szerintem erre tudunk csinálni frissítést, de az a legjobb, ha aláírjátok, mert akkor folyamatosan látjuk. Azt mondja, hogy ki ez a kockás inges bácsi? A neiket be tudjátok hívni, adásban őket is lászok puszi, Niki. Voltak már bent, de jönnek még természetesen. A kockás inges bácsi a rádió egy munkatársa. Nem bántjuk a kollégákat. Nem, hello. Kiváló szakemberek jönnek, mennek és folyamatosan dolgoznak. Oké, na, gyorsan, ami fontos, hogy azért nem menjünk el amellett, hogy szükségünk van közlekedési hírekre is, jó? A nagy örömködés közepett, ami nagyon jól esik, köszönjük van, szépen. Valami sorsa után édeső. Küldjetek nekünk közlekedési híreket, hogy láthassuk, hogy ége a metró, változott-e valami az elmúlt 2 hétben. Mi gyulladt ki most a 3-as metró vagy a 4-es metró? Hallgatók, tippeljék meg, hogy ma mi fog kigyulladni a Kisföld alatti, a 2-es metró, a 3-as vagy a 4-es, aki eltajálja, rádió 1-es ajándékcsomagot kap. Tippeljetek, jó? Ma mi gyullad ki? És hogy milyen érzés egyébként a -4 fokban 4-8-kor átkelni a Dunán. A kis 2-es pótló. Egyébként meg leállt a 2-es metró. Tehát, hogy most gyerekek, már... 2 hét azért nem hosszú idő. Tehát, hogy vannak dolgok, amik tényleg nem változnak. Metró, pótló, hajó. Lehet urizálni. Jó, ha valaki metró, pótló, hajón van éppen, igen, dobjon nekünk egy SMS-t, felhívjuk, hogy milyen egyébként hajnalban így 7:30 körül áthajózni a -4 fokban a Dunán. Ha már kiegett az arca. Igen, ha már tud beszélni. Na most azt azért indították el, mert ugye a Kossuth téren nem tudsz följönni. Uh-huh. Hol tudsz följönni a legközelebb? Mi van a Kossuth tér előtt? Arany János utca? Nem, az a másik. A Deákon följössz, majd lecsoszogsz a Dunáig, megvan? Tehát reggel sietsz munkába, ugye mennél a 2-essel át Budára, leszállsz a Deákon, elcsoszogsz a hajóig, ott megvárod, amíg bekompoznak, fölszállsz, átvisz a másik oldalra, na és ott hol szállsz föl? Hát és az a sebesség, ugye azért ez nem szárnyas hajó. Hát ez nem. Felhívod a főnöködet, hogy nagyon picit késsel, mert hogy éppen kompozol, egy hóférkés a héttérpe nevével átkeresztelt, nem tudom, kukás, vagy nem tudom milyen hajón, kukás, de jó régen volt, úristen. Ja, a legdurvábbat el akartam nektek mesélni, na, hogy ugye ment egy promó hétvégén. A lehunja kék szemét az ég itt a rádió egyen. És hogy tényleg azért vannak hallgatók, akiket azért itt trenírozni kellene. Konkrétan úgy benyalták, hogy nem egy hozzászólást láttam egyébként a Facebookon, a Rádió 1 oldalán is, meg a mi oldalunkon is, hogy egyébként oké, hogy átjöttünk meg, egyébként is mit gondolunk magunkról, hogy 2 hét után átigazolunk. De te műveletlen, primitív, de hogy én mennyire panasz. Műveletlen, primitív ember vagyok, hogy még azt se tudom, hogy nem Ady Endre írta az altatót, és hogy komolyan, hogy lehet valaki így mikrofon mögött, ugye, mert azt mondom, hogy hagyjuk Ady Endrét, a gyerekek nem aludni jöttem, és akkor arra ti mondtatok valamit, hogy ez volt a promó hétvég. De ez egy gag volt, ez egy humor volt. Nem egy ember írta meg, hogy na hát ennyit. Na, én mindig is tudtam. Én mindig is tudtam. Uh-huh. Hát ott már a rádió egynek intelligens hallgatói voltak eddig. Tudják, hogy ez ne adik. Na, azt mondja, már ideje volt ebben az egy hétben, azt vártam, hogy mikor veszi feleségül Bocskora Friderikuszt, és megszületik a világ legokosabb gyermeke. Nem. Volt. Nem, örökbe fogadnának. Daninak hívják a kicsit. Azon gondolkozom, hogy hova csörögünk oda először? Áder Jánoshoz! Nem, azt már próbáltuk, nem jutottunk be. Emlékszel, köztársasági elnöki úrhoz. Hívjuk fel Áder Jánoshoz. Alexander Kassel? Igen, aztán hívjuk fel Rogán Andrát, és mondjuk meg, hogy ne reménykedjen, semmi nem változott. Így van. Ne halagudj, Balázs, nem hallak, mert rohadt hangos a rotor!
Szóval... Hát az első az úgy lenne tisztességes, igen, hogy a régi kenyéradó gazdánkat hívjuk föl, nem? Tehát, hogy azért mégiscsak jöttünk valahonnan, van mögöttünk egy 7 év, aranyosan még úgyse volt időnk elbúcsúzni rendesen senkitől. Nem volt időnk a biztonsági örök mellett, én nehezen tudtam búcsúzkodni. Tehát az egy szomorú utolsó nap volt, hát igazából. Nagyon nem nagyon tudtam búcsúzkodni. Igen, pedig őket még kedveltük is. Egyébként nem voltak rossz arcok, amikor a budira is elkísértek, akkor én azért megkérdeztem, hogy ezt végignézett, tényleg? Hidd el, hogy nem lopom el a fajanszot, legalább hadd csöveljek egyet. Egyetül. Léci, de legalább ne kísérje. Jó, menne vagyok egyébként. Ki van most ott reggel? Ki ül? Egyet ki maradt ott? Garami ott van? Garami édesem? Maradt, Roli maradt, igen. És... De most a Kriszta tolja egyedül. És Kriszta, az egy személyes. Argyelán Kriszta van reggel. Uh-huh. Jó, hívjuk föl. Van 555-500 ott még a telefonszám egyébként. Hogy emlékszel. Hát ezeket azért már fejből egy hét év alatt azért ez berögzült. Jó, csörögjünk át, hát kérdezzük meg, hát kíváncsiak, hogy élőbe tesz. Ugye ez egy érdekes kísérlet volt, amikor mi megszűntünk, akkor nagyon készségesen mindenki nagyon gyorsan adásba tett. Emlékeztek? Igen. Kapcsoljuk, persze, mondjátok el nálunk, hogy megszűntök. Hát a bocsiék is mindenki, ó, hogy ne, mára, ők gondoltak az összekapcsolódásra. Nézzük meg, hogy amikor elindulunk, akkor mennyien raknak adásba. Most menj ezt a kíván. Nem lesz hát nem a szám. Én csak azon gondolkodom, hogy... Na, nem baj, legyen megpróbáljuk. Hogy nem cserélték le azóta véletlenül vezetékes TBK-ra. Jó. Anna, te hallasz adást egyébként? Megpróbáljátok? Én vagyok Skype-on egyébként, írjatok nekem nyugodtan. Nem vagyok? Te nem látsz engem, Lanc? Nem? Akkor azt csináljuk már meg, gyere már be, Léci, majd, hogy legyél. Mert én itt vagy, látom az Annát, látom, de téged nem látlak. Jó, hívjuk föl őket, kérdezzük meg. Jó, hogy mi a helyzet. Nem, Krisztus, nagyon helyes, meg helytálló reggel egyébként. Tehát van. Hallgattad? Na, belehallgattam, én mindenkibe belehallgattam az elmúlt két évben. Uh-huh. Igen. Valami jó mézeskalás recept? Nem, reggel nincsenek mézes kalács receptek, szemét vagy. Reggel nincsenek mézes kalács receptek, azok hétvégén vannak. Aha. Azok hétvégén vannak. Sőt, hát amikor mi ugye nekünk véget ért a rádió, ugye a klassz, akkor másnap a Csabiék már föl is hívtak. Igen. A pirossal. Tehát ők már át is terült. És két nap múlva fel is vetted. Nem, beszéltem. Tudom. Velük. Nem volt nagyon sok mindenről szó, de tudtunk beszélni. Na, hívjátok őket, megpróbáljuk? Laci, gyere be közben, csak nézd már meg, hogy te miért nem talállak én téged, hogy tudjunk kommunikálni. Jó? Gyerekek, Laci leült a géphez, és kész, fél hét óta, és azóta effektíve lehetetlen fölvenni. De mit nézel, Laci, te miért röhögsz? Nézd meg. De jó. És egyébként, ha már szóba került József Attila és Adi, nem hívjuk fel Petőfit? Hát, ők már elmondták, amit gondolnak. Gyorsan, addig egy pici közlekedés. Budai alsó rakpart, gyerekek, már az is sokkal jobban megy, hogy itt vagytok, köszönjük nektek, nagyon vártunk benneteket. Az M3-as kivezetőjén lehet, hogy most okoztam balesetet, mert annyira meglepődtem, mikor rátok kapcsoltam, hogy itt vagytok, nem számítottam rá, csak kapcsolgattam a rádió között, nem hallottam, de nagyon örülök, viszem a hírt Miskolc felé. Köszönjük szépen. Már a kettes metróval is van valami baj, írja a BKV és a BKK, az sem jár, igazoljátok vissza, hogy ez így van, nem. Jó, segítsetek egy picit nekünk, illetve ha nem jár, akkor melyik vonalon? Egész vonalon, nem jár, csak a fél vonalon, segítsetek. Meg tényleg várjuk ezeket a hajós SMS-eket, tehát én már kíváncsi vagyok rá, hogy mik jönnek. Itt állok 6 percet, de nem jön a Tirpic 2. Igen, most ment el a Böcsök 3, igaz, az Bécsből. Azt mondja, hogy... Kedves Balázs, Feri és Jani, bocsi, legutóbbi hímsoviniszta megnyilvánulása után alig vártam a visszatéréseteket. Az online média szerverre amúgy egyébként lehalt, de ez nyilván jó hír a technikának köszönhetően. A YouTube és a Facebook egyébként hibátlanul megy. Profi a stúdió, örülök, hogy szabadon engedik a vélemény nyilvánítás. Örömmel hallgatlak majd titeket is ezen túl. Profi hangzás technika, egy ősrégi hallgatótok, ezt Laci küldte nekünk. De furcsa azt így hallani, bocsi, a hímsoviniszta. Hallottuk, volt valami összeveszésük, azt hallottam. Igen. Meghallgattam. Szegény Kabit nagyon kiosztották. Igen. Perece, csak egyetlen egy dolog érdekli, nagyon fontos, kapcsolódik a műsorhoz. Oké, hogy itt vagytok, nagyon szeretlek benneteket. Mikor lesz, gyertek át. Na, hívjuk a Krisztát akkor, jó? Nézzük meg, hogy mit szólnak hozzánk. Ha itt van Anna, akkor dobd be gyorsan a pultra, és akkor megnézzük, hogy kivel tudunk beszélni. Sporthírek lesz-e? Kovics Anyi kérdezi, úgy látszik, ő erre indul be reggel. Nem tudjuk, hogy a hírszolgálat hogy működik, kiderítjük. Egyébként nálunk ugye talán Ákosan fél 8-kor voltak a hírek. Igen. És ott voltak sporthírek. Fél 9 volt a sporthírek. Ha nem, akkor Jani magára vállal.
hallja. Hogy... Persze, persze, de én nem garantálom, hogy lesz valami az akadémiáról. A Felcsút Akadémiáról naponta kell, hogy legyen. Tehát az be kell szerkeszteni. Fiúk, alig vártalak titeket, de Kaposváron nem szóltok online, meg 10 másodpercenként ledob. Van megoldás? Igen, elmondtuk, dolgozunk rajta hatalmas apparátussal. Rengetegen vagytok, szerintem még talán mi sem számítottunk rá, hogy mennyien, úgyhogy megleszünk. Jó? Na, azt nézem, hogy nem tudunk áttelefonálni, felvételről megy. Nem már! Most viccelsz. Nem már! Felvételről megy. Reméljük, nem árultunk el nagy titkot. De várj, ez hogy derült ki? Anna, gyere már, mondd már el. Csak ez hogy derült ki, hogy felvételről megy? Tehát valaki elmondta neked, hogy felvételről megy, vagy a Krisztus beköszönt egy robothangon. Köszönjük a hívást. Ez egy felvétel. Technikus. Ma nem vagyunk élőben. Hello, Anna, puszi. Hát fölhívtam a Krisztát, fölvette privát mobilján, és elmondta, hogy ne haragudjunk, de ő ma nincs benn, mert úgy alakult az élete, hogy ebben a pillanatban mással van elfoglalva. Tehát most nem tudunk vele beszélni, mert felvétel belenyúltunk a mékkasba azonnal. Belenyúltunk a mékkasba. Pedig ez még csak az első. De most első hogy rád... tehetik azt a 700 emberrel? Degenyes. Bocsánat. Degenyes vagy, komolyan mondom. Szóval, hogy felvételről megy? Igen. Hát akkor oda nem tudunk áttelefonálni. Jó, nem adjuk föl. Következő. Akkor tényleg marad Áder járó. Figyeljetek, én azt gondolom, hogy akinek volt félelme a műsorral kapcsolatban, az ebben a fél órában már szerintem oszlott van a köd. Van még kérdés? Szerintem oszlott a köd. Nagyon jó az új helyed, Anna, azt kell, hogy mondjam. Melyik kell, hogy dicsérjélek. Komolyan mondom, szexi lett. Tehát szexi lett, amit én már nem néztem ki belőled. Jani eltávolodott tőlem. Lőciót szerintem szólnak közben neked. Tehát amit én nem néztem ki, komolyan mondom, szexi lettél. Jó, na gyerekek. Hagyjuk már ezt az ablakot, tudja, ne cseszegessétek. Dehogy tudom. Profi, tudja, azért vettétek föl, érted? Ne integessétek. Nem azért vettétek föl, azért vettétek meg. Ezt úgy mond. Tényleg, azért vettétek meg. Hát na. Gyerekek, itt ablakok nyílnak. Ablak van, úgyhogy átadjuk az ablakot, jó? 7:30 lesz. Pontosan 4 perc múlva. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, és vigyétek a hírét, jó? Itt vagyunk, Budapest, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balatonbaja, Duna, Földvár, Pax és Heves. Ott van mindenhol egyébként a Facebookon, a Rádió 1 Facebook oldalán, online, az összes frekvencia, hogy hol tudtok bennünket megtalálni, és ahogy mondtuk, természetesen dolgozunk azon, hogy minél több helyen szóljunk. Így van, jó? És ahogy Balázs is mondta, Pax, béke veletek. Rohadjátok. 7:30 lesz, pontosan 3 perc múlva jövünk vissza mindjárt. Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Halló, jó reggelt! 7 óra után vagyunk, pontosan 38 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek. Akartok egy kis tapsot még? Igen, az élővel, az applikációval, az online-nal igyekszünk minden kérdést megválaszolni, és tényleg azoktól is egy picit türelmet kérünk, akik hát a Black Friday-nál nem tudták az első mikrot megragadni, és ezért esetleg újra sorba kell állni, ledobta őket az online. Rengetegen vagytok, rengetegen jöttetek át, és jöttök velünk, úgyhogy egy picit türelmet kérünk. Mindenkit ki fogunk tudni szolgálni az analógon kívül is, csak kell egy pici idő. Egyszerűen nem azt mondom, hogy összeomlasztottátok a rendszer, de annyian vagytok, hogy kész. Tehát begyűrtétek magatok alá az eladókat, és a Black Friday sikeres volt, hogy szokták mondani. És a Xbox félárad. Igen. Yes. Na, közben látjuk azért, hogy zajlanak az események a városban. Mondjátok meg nekem, hogy 2 darab metró hogy tud összeütközni? Na, mert ugye ez zárt pálya, vagy kötött pályás, kötött így mondják hivatalosan, és a kötött pálya nem megy át a másik kötött pályára. Vagy a Pillangó utcánál van valami, amiről mi nem tudunk? Hát, ha összegubancolódtak a sinek, vagy mi lehet, van? Hogy indítottak egy miniszterelnöki külön metrót, és úgy érzed, hogy átszállnak a Kossuth téren? A pirosra átszállnak, ez és akkor mennek. Ez lezárva a Kossuth téri főjáró. Magánfőjáró lett belőle. Magánfőjáró csinál. Úgy, de jó. De hogy ütközött össze? Tehát az egyik bent állt a megállónál, és a másik hátulról, de agyisten belement? Uh-huh. Vagy az egyik irányból jött, és látta, hogy jön két kis szemecske, nagyon közeledik, nagyon közeledik. Most nézd már, vannak ketten az alagúban, hogy kiderült, hogy jön szembe egy másik metró. Szerintem a 4-es ez már nem fordulat elő, mert az nagyon modern, de a 3-oson simán el tudom képzelni, hogy a vezető lejtette a Magdalt a szendvicsit. Jaj. Mondtam a nejemnek, uborkát ne tegyen bele, mindig úgy elgurult.
Itt ott volt szemben. Jó, ha valaki ott van a Pillangó utcánál, vagy éppen egy metrópotlón utazik, ami most jelen esetben egy hajó, akkor tényleg vagy dobja nekünk egy SMS-t, vagy hívjon bennünket. Hát ez jó? A telefonszámunk egyébként ugyanaz, mint az SMS, 23-111-111. Én 20-as vagyok, én mindig a 20-as mondom, de 30-as, 70-esnél ugyanaz. Jó? Tehát 311-111. Mi ketten felé a 70-esek vagyunk, de mi is a 20-as. Így van. Úgyhogy, ha tudjátok, vagy ott vagytok, akkor segítsetek egy picit, jó, hogy tudjunk mindenkinek. Józsi egyébként már telefonált, és a Pillangó utcánál már lezárták egyébként a külső sávot is, tehát fönt a felszíni közlekedésben. Állnak az autók az Őrs felé, és ő ugye taxis volt, már elment a helyszínről, de lent is, fönt is, óriási a káosz. Hát eltelt két hét, de sok minden alapjában nem változott. Ugyanott folytatjuk, ahol két héttel ezelőtt a baj. A Dunán is minden rendben van, írja Hajós András. Azon gondolkozom, egyébként így az első online közvetítésre, ugye ma online közvetítünk, akkor te nagyon ilyen mesztelen nőket most nem fogsz tudni nézegetni. Jó, de tehát ez most... Nem tudom, mivel turbosítasz, de pont rád néz egy online kamera. Úgyhogy hogy az XNXX, meg a YouTube, meg a Hardporn, meg nem tudom, tehát ezeket azért úgy finoman kezel. Már üt is, mindet, amit mondtál. Tehát ezeket azért lehetőleg úgy tett ki magadnak a monitorodra, hogy pont, ott pont rád néz egy kamera. De úgy, aranyos hogy... ez az Erika, te! Az a... Ja, úristen! Mondd, hogy Erika Elenyák, és akkor megnyugszom, hogy vannak dolgok, amik nem változnak. Igen, ő az. Erika Elenyák? Igen. Ugye, 60 éves, ne csinál. Igen, az úszóerődben, most robbant képen a tortából. Egyébként tök jó tényleg az élőadás, mert annyi olyan típus, olyan jellegű, olyan tartalmú SMS-t kapunk, amit korábban nem, hogy félelmetes. Feltűnt például a hallgatóknak, hogy Feri, amikor felveszi a telefont, leveszi a szemüvegét. Hát nem látom. Amikor felveszed a telefonodat? Amikor megnézem, hogy jöttem a üzet, akkor megemel, érted? Én már csak így látom. De miért a szemüveged önmagában távolra látom? Én szemem az rossz messzire. Eddig azt hittem, de most már az közelre is, ez az öregségi rosszaság benne, és akkor alatta nézek így. Igen, és akkor kinézel alatta? Igen. Ilyen kis bácsisak. Kéne már ilyen feleszem meg. Igen. Na, csak két mondat még a metros ügyről. 10 sérült is van sajnos. Reméljük, hogy nem nagyon. És az egyik utolérte a másikat. Azt írja, és hátulról be. Hát azon nincs piros, van piros. De hogy a feleségem egyébként mekkora orákulum, ezt én meséltem nektek, hogy amikor elviszik unokázni a nagyszülők a gyereket, a nagyobbat, a kicsit még ugye nem, akkor ki van adva nekik, hogy bármivel mehetnek, de nem metrózhat a gyerek. Egyik négyese sem? Nincs metrózás. És ő azt mondogatja nekem, és azt mondta, hogy ő érzi egyébként, hogy valami komolyabb baj lesz a négyes metróval. Én mindig mondtam, hogy nem, mintha tarlóst hallanám. Jobbak a mellei azért, amikinek. Igen, de a feleségem sokkal csinosabb, és sokkal többet mosolyog, mint a tarlós. Szóval, hogy ő mondta, és képzeljétek, hogy nagyszülők nem vihetik sehova a gyereket. Tehát ha a metróval kell valamit megközelíteni, akkor vagy sétálnak, vagy a föld fölött mennek, busszal mennek, nem engedi, mert tudja, hogy ott valami komoly katasztrófa lesz, és nekem hetek óta mondja, hogy ő érzi, hogy lesz valami a metróval. És nincs metrós közlekedés a gyereknél. Tudom, nekem se könnyű, mondjátok nyugodtan. Nem, nekem se könnyű az életem. De rész meg, de most igaza meg igaza van. De igaza van. Pedig vinnék a gyereket a nagyszülök, nem? Yeah, papa Elvis. Nézd, hát... Ennél még egyen jobb állapotban vannak. Ha már ilyen állapotban lennének, akkor nem adnánk nekik oda. Gyere, beugrunk egy vadászra, hallod kincsem, utána állod kert. Igen. És mindig megkérdezem, mi volt a nagyszülőknél, Benni? És mondja, hogy semmi, hát én csak egy kis asztalt láttam magam előtt, a nagypapám a nagy asztalnál támasztotta a vörösboroskolát, én meg a kis asztalnál lettem egy krémest. Emlékeztek a kettős asztalra? Nagy asztal fönt és a felnőtt szint. Gyerek szinten tetted a krémest, ugye apád meg fönt itt a vadász meg a vörösboroskolát meg az unikumot. És akkor beálltatok így egy cukrászdába vagy a henteshez, te az alsó asztalon kaptad meg a kaját, ő pedig a felső asztalon fogyasztotta, amit gyakorlatilag a slicceket nézted. És a slicceket nézted. Körbenéztél, apád a haverja. Egy az egyben mindig mentünk apámmal szombatonként a Lőrinci piacra, evett valamilyen kolbász, mustára, meg friss kenyér, én mindig sülcsülköt kértem. És ott ugyanez volt, hogy apám állt egyel fölöttem, én meg lent, és így néztem a pocakos bácsiknak a hasát, köldökét, meg a csapzott hónalját. Azokat látod, igen, na ezt meséli a Benni is, hogy mindig egy vörösboros kólával iszogatott. Az alsó, mi volt, mindig csak annyit kérdezek, mi volt nagyapáddal az alsó asztalon? És akkor elmondja, hogy mi volt a menü. Na, szóval egymásba ment tulajdonképpen kettő darab metró. Az egyik a másikat, így van, tehát hátulról ment bele, 10, nem remélhetőleg nem komoly, de 10 sérült is van. Tehát belekoczant gyakorlatilag, gondolom, hogy meglökte az előtte állót, és akkor esettek el, akik nem... Mielőbbi jobbulást minden sérült, nem?
Őrsvezértere és a Puskás Ferenc stadion között nem jár. Tehát az Őrs és a Puskás Ferenc stadion között. Minden nem úgy van, hogyha megáll a metró és nem megy el a megállóból, addig a következő, az a következő megállónál nem tud elindulni. Mert látszott mindig valami lámpát. Vagy hát legalábbis amikor én metróztam, mondjuk ez már nem ebben az évszázadban volt, akkor ugye nem tudtál elindulni, amíg neked valaki állt bent a másik megálló vagy előtted. Sőt, volt olyan, hogy a két megálló között megálltál sötétben és vártál. Álltál, amíg ugye előtted a metró el nem ment. Egy automatikus biztonsági rendszernek amúgy is kell lennie, ami érzékeli azt, hogy közeledsz valamilyen állójárműhöz. Tehát ezért is furcsa a dolog. Igen. Na jó, oké, írjatok, ha van valami. Jó? Azt mondja, hogy megpróbáljuk gyorsan közben a BKK-nak a sajtóosztályát elérni, hogy mondjanak nekünk fontosat. Ezek mindig jók szoktak lenni, ezek a beszélgetések. Mm-hmm. Hát tartalmas legyen. Mm-hmm. Na, mi van a... Csak hogy nézzünk gyorsan azért egy-két aktuális dolgot, ami történt itt az elmúlt két hétben. Az úszóink körül, ugye, és a kabala figura körül, ott most megint megy valami őrület. Én azt láttam, csak nem tudtam pontosan elolvasni, hogy megint... Ugye volt egy úszó figurája a kabala VB-nek, a jövőre a vizes VB-nek. A Fütyi. A Fütyinek hát tulajdonképpen igen. Hát úgy nézett ki? Nem. Az volt a neve? Hát a névvel volt baj. De az a még baj... a régivel? Várjál, az a régi. Nem a puli. A puli, ugye volt a puli először. Nem az ex-vezetőről beszélsz? Ott most több minden is van. Húzzátok már rovat, még kinek nem szóltunk meg ma reggel. Tehát ugye nem, csak onnan indítom a történetet, hogy volt ez a nagy orron a bódog. Volt a bódog, egy ilyen... Bódog és bódogtalan. Egy ilyen üres tekintetű, kócos pulikutya. Senki nem értette. Adott még az úszószövetség akkori elnöke is. Így van, hogy Árfás azt mondta, hogy nem. Neki ez semmi köze, hiszen ő csak az úszószövetség elnöke. Úgy nézett ki, mint egy madárijesztő. És azt láttam, csak nem tudtam pontosan elolvasni, csak tudom, hogy megint van valami őrület, hogy ők most választottak újabb két kabala figurát, ugye? Van, így van, Water Lily és Water Willy. Várjál, így hívják őket. Két nagyon jó, nekem egyébként nagyon sokan savazták őket, a figura nekem maga tetszik, ilyen kis szárnyas akár. Az a baj, ugye a Water Willy. De Juditnak jobban tetszett. Ő neki sokkal. Az a baj vele, érted, hogy ez az angol slangben az Fütyi. Tehát, hogy az egy, konkrétan az egy műbráner, tehát ennyit hadd mondja ki, érted? Hogy így hív, bemész egy ilyen sex shopba, és kérsz egy Water Willyt, és akkor egy ilyen műanyag 30 centis átesküszöd. De. Nem mondod komolyan. Tehát az a fura, amikor beírod a nevet, és ütsz egy entert, akkor feljön egy olyan hirdetés, amin egy hölgy egy kádban lubickol éppen. Itt még azért megfelül az analogia, szerintem ugye az úszóvilágbajnokság, tehát víz, csak azt lehet látni, hogy a hölgy nagyon boldog, és nem azért, mert a hosszú katinka csapott elsőként a célba. És a Water Willy az a vibrátornak az a szlengje? Hát, hogy adj egy Water Willy? Igen. Van belőle fapatos, és abban nincsen semmi. És a Water Lily az pedig? Hát, az lehet, hogy fiú verzió. Nem, a Lily-vel betaláltak olyan értelemben, hogy ott nincsen szerintem semmi gond. Tehát, hogy ez nem egy műajak. És ezt a nevet sikerült és sikerült, ugye Magyarországon mindenki nagyon örült neki, csak senki nem volt, tehát hogy egy ember nem volt, aki ezt a Google-ba beüti, mert hogyha én kitalálnék valaminek egy ilyen nevet, akkor az lenne az első, gyerekek, futassuk már meg valakinek. Igen, hát ha a világháló kidob mondjuk két találatot, és akkor már nem csinálod. Na most, ha ide beütött, próbált ki, a Google-ba a Water Willy-t beütött, akkor azonnal ezek a képek jönnek, amit a Jani mondott az előbb, hogy a sellő lány a kádban jól érzi magát, de nem egyedül. És milyen jó, hogy erre egyedül kerestél rá, és nem pedig, hogy gyere Panna, Soma, gyertek! Gyertek, srácok! Keressük meg az új kabala figurát, nagyon cuki lett állítólag. Én már láttam a rajzfilmet is, amit csináltak hozzá, nagyon aranyos. Beütöd ezt, és akkor a néni ott. Ja, azért vagyok csöndben, mert én beütöttem a Water. Mert meg is van a karjai. egyrészt tudom, mit kap Viki. Kettő, hogy beütöttem, hogy Water Willy, és hát itt minden van, csak nem az úszószövetség kabala figurája. Tehát gyerekek, itt tulajdonképpen minden megérkezett. A pisztoly alakú kis maklövőtől kezdve, a pumpáson keresztül, a hajlíthatóig, az egyenesig, tulajdonképpen minden. Illetve közben egészen szürális fura módon egy-egy gyárfáskép, illetve Water Willy valóban a kabala figura, két ilyen 30 centis más Water Willy között. Hát de valaki a gyárfásra gerje. Ki mit vinne magával a fürdőkádba? De gondold el azt a külföldit, aki azt mondja, hogy oké, eljövök Magyarországra, úgyis baromi sokat költöttek rá, 9 milliárdnak indult, most már nem tudom, 80 milliárdnál tart, tehát hogy írtózatos, képzeljétek el, olimpia lenne. Na most azt képzeljétek el, ugye? Tehát egy úszó EB vagy egy úszó VB így elszáll. Pont a háromszorosan elszálltunk.
Háromszorosánál? Nem, valami 9-ről vagy 10-ről indult, és most már 80-nál vagyunk? Hát valami írtózatos. Úgy volt, hogy 30 volt a tervezet, és akkor olyan 90-nél tartunk. Az valóban háromszoros. Ugyanezt az olimpiánál nem tudnánk eljátszani. Papíron? Papíron, így van. Hát csak a dagály úgy volt, hogy az 9 milliárd lesz a felültés, és most vannak 80-nál. Brutál. Én csak valami ilyen számokat hallok, mert tudok, de lehet, hogy az összköltség az tényleg csak háromszor, de azt tudom, hogy a dagálynak az átépítése, amit eszem hozzá a Dunáról egyébként gyönyörűen néz ki, csak onnan senki nem nézi. Senki nem nézi, nem. Na, néhány BKK-val közlekedő hajós, aki pótolja a hármas metrót. De szép lett, na, valaki még, ja, senki nincs. Biztos, hogy más újságot olvastok, nekünk csak a lokál jár. Na jó, na, megint helyben vagyunk. Szóval, nem, csak azt akarom mondani, hogy képzeld el azt a külföldét, aki azt mondja, oké, menjünk el jövőre, vizes VB, mégis indul a mi úszónk, és akkor nézzük meg Waterville-i üssükben, nézzük meg, hogy akkor hol lesz ez. És kijön neked három rohadt nagy vibrátor. És arra gondolsz, hogy ezek a magyarok. Wow! Te bátor! Te bátor! Milyen formabontó! Az összes német kisnyugdíjas, és minden brit a levegőbe csap. Ez az irány Budapest! Azt gondolják, hogy hát ha ez ilyen szabad szellemi vizes kívülrörök. Ilyen szabad szellemi vizes vébe lesz, hogy beütött egy Waterville-i, és óriási dildók, meg nem tudom mit jelennek meg, néha közben egy-egy gyárfás kép, akkor azt gondolják, hogy hát ez egy szabad ország. Hát ide kell jönni. Hát ez kell. A COVID. Én ebben az országban akarok élni. Na, írjátok meg nekünk, drága hallgatók, jó? Küldjetek el SMS-ben, hogy mik azok a magyar szavak, amiket veszélyes kimondani külföldön, mint például Waterville, amit én most már nem mondok, jó? Tehát erre Lali. Mire? Lalira. Lalira? Lali. Water Lali. Igen. Mondjuk csak ezt se értem. De ugye? Csak, oké, mielőtt akkor a témát felvezetem, csak mondjátok meg, mi az Istennek kabala figura? Miért nem engedjük el ezt a kabala figurát? Megpróbáltuk, nem megy. A gyerekek miatt. De most ebben jelen esetben kit érdekelnek a gyerekek? Merchandising. Mi hát, az anya? Banán. Akarsz hazavinni egy gyerekül. Anya, a fiókodban pont ilyen volt. Igen. De akkor a néni milyen a szájával lesz így? Sajöcsike, most érünk az iskolába, megmondtam, hogy ezt a témát itt ne hozd föl. Szóval hagyjuk a francba ezt a vizes VB kabala figurát. Ne legyen kabala figurája. Voltunk egy boldog, ronda volt, üvegszem volt, olyan volt, mint egy madárjesztőként kicsipkedték a szemét. Rósnyán néz ki, hagyjuk. Utána beválasztottunk két ilyen pisztolyos vibrátort, mint Waterville. Ezt engedjük el. Hát nincs kabala figurája a 2018-as vizes VB-nek. Hagyjuk a fenébe. Hát ez nem megy. Most a Lali mennyivel jobb? Mert mindennek volt. Ott van a Misa Maci, a mai napig is emlékszem. Jó. Megszólalt a kommunista. Az utolsó sportversenyre emlékszik, ez a Moszkvai Olimpia. A Moszkvai Olimpia. Megszólalt a komcsi, Misa Maci, mindenki emlékszik. Ott is van, érted? Mindenki emlékszik. Na, tessék. Emlékszünk rá? Emlékszünk kell. Misa Maci. De miért nem mondtad Szeút, vagy Barcelonát, vagy Sydney-t, vagy Rio-t? Mert arra már nem emlékszem. Az volt a fiatalkorom. Mert az itt volt tegnap előtt. Plusz megvan, nekem van még Misa Maci medvéd. Misa Maci most súrolja Waterville-t. Tehát a kettő ugyanolyan hat, csak az egyik egy 9 voltossal működő hatalmas Black Dick 3000, a másik meg valóban egy olimpiai kabala figura. Na jó, szóval írjátok meg, drága hallgatók, hogy mik azok a szavak, amikbe ti esetleg külföldön belefutottatok, és furán néztek rátok, vagy más a jelentése, vagy nem használhatod az angol, a német nyelvterületen, mert ha itt kimondod, más jelent, és ha nyilván abban az adott országban kimondod, ott is más jelent. Hát képzeld el az angol száz nyelvterületen, amikor megpróbál Gáspár Győző kommunikál, és minden második szava az, hogy dick. Na, például pont erre gondolok, igen, ezt írjátok meg nekünk. Amikor külföldön voltatok, és használtatok egy olyan szót, amit nem kellett volna, majd az ember rájön ugye, hogy az külföldön valami egészen más jelent. Jó? Azt mondja, hogy hát felhívtuk a BKV-t, illetve a BKV-t vagy a BKK-t? BKV-t? A BKV-t, hogy segítsenek nekünk egy picit, hogy mi történik ugye a metróban. És azt mondták, hogy írjunk e-mailt. De ez most a könyörgöm. Tehát mondhatni a BKK és a BKV egy gyors reagálású hadtest, mert azt mondták, írjunk e-mailt. És 24 órán belül ígérjük a választ. 24 órán belül megválaszolják, hogy mi ki tudjuk szolgálni a hallgatóinkat, hogy mi az Isten történik egyébként most a metróval. És 48 óra múlva visszaírnak majd, hogy ők ezt a problémát már megoldották, nincs miről beszélni. De komolyan, hát miért nincs ott valaki reggel, aki tud nekünk nyilatkozni? Azt jött sajtó.bkv.hu-ra írtunk egyébként, és visszaírták, hogy hát jó lenne, ha ezt e-mail formájában
formájában kérdezzék meg tőlük, és akkor e-mail formájában tudnak nekünk válaszolni. Jó, oké, egy-két fontos információ 0623-111-111, ez az SMS számunk, ez egyébként a telefonszámunk is, ha használnátok, jó, és a frekvenciával kapcsolatos fontos infók pedig már fönn vannak a Feri és az én Facebook oldalamon, és a Rádió egy Facebook oldalán is, tehát mindent meg tudtok nézni. Ha, és amennyiben pedig az online tudjuk, egy kicsit még akadozik, és az applikációs, ez csak azért van, mert baromi sokan vagytok, dolgozunk rajta, lesz online elérhetőség, bővítjük a szerverparkot, ehhez fölkértük szerverpárt, hogy csinálja meg nekünk a szerverparkot, úgyhogy bővülünk, és csinálják, hát annyian vagytok, és ez jó hír természetesen, hogy nyilván a rendszer egy picit meghalt, de ez egy-két napon belül helyreáll, senkinek nem menjen alattól a kedve, hogy a Rádió egyet, akár applikáción, vagy akár online hallgassa, vagy applikáción keresztül, megoldjuk, dolgozunk rajta. A szerver már megvan, csak a fehér gépház nem érkezett így meg, van. És másban nem lehet betenni. És nagyon fontos információ a Rádió egy dolgozóinak, hogy ismét van meleg víz a konyhában, mert Timi már lezuhányzott. Én itt lakik valahol. Jó, hát ahogy szoktuk mondani, itt vagyunk, mert hogy meghozott bennünket a Mikulás. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan. 7 perccel, hello mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. És már is folytatjuk, illetve hát pontosabban most kezdjük. És látjuk, ahogy ébredezik Budapest, a Hegyalja úton egyébként jól lehet haladni, mert ott rálátunk a Hegyalja útra, füstölnek a kémények, mindenki fűt, mindenki melegedik, a város pedig elindult szépen munkába. Sőt, hát már sokan nyilván ott vannak, kivéve akik metróval utaztak, szegények. A kettessel. A kettessel, így van, teljesen értetlenül állunk a dolog előtt, összekoccant két metró a Pillangó utcánál, és 10 sérült is van, reméljük, hogy nem komoly gyógyulást kívánunk nekik. Felfoghatatlan. Állítólag ugye ez már kinti rész csúszik a sín. Ez volt az egyik ok, ami miatt nem tudott időben megállni. De én azt hittem, ez valaki csak hűl, és azért nem. Írja, hogy tél nem, van, tél. Hideg van, csúszik a sín. Tényleg. Meg hát ott azért kellene lenni valamiféle ilyen két oldalú kommunikációnak, hogy két metróvezető között, vagy egy diszpécsernek rá kellene szólni a bent állóra, vagy az érkezőre. Úgyhogy azt gondolnád, hogy ez komolyabban működik? Hát főleg valahogy. Annak függvényében, hogy tudod, hogy a négyes meg már megy magától, érted? Akkor ott mire számítasz, mert itt legalább még van egy emberi tényező is, aki ott meghúzhatná a féket, vagy ráléphetne, nem tudom, hogy kell csinálni a metrón. És úgy, hogy a kettesnek egyébként jóval modernebbek a kocsijai, mint a hármasi. Na. Igen. Na gyorsan egy-két közlekedés még, ami ezen kívül esetleg fontos lehet, reméljük tényleg, hogy nincs nagy baj. Gödöllőnél baleset Pest irányában, jó, hogy vagytok, örülök, hogy itt vagytok. Aztán baleset történt Budapest közelében az M1-esen, M7-esen. Hát Bali, ezt megint benézted. Egyébként jó újra hajlani titeket, már nagyon hiányoztatok, írta nekünk Milán. Baleset az M3-ason Budapest felé Gödöllőnél, Peti, köszi, hogy elküldted, nem jár a kettes metró, igen, ezzel foglalkoztunk, valamint igen, hát ezt sokan írjátok a metrós ütközés. Az M3-ason Pest felé Gödöllőtől áll a sor. Jók vagytok, ezt mondtam, de azért elmondom még egyszer. M0-as, az M1-es felé a 40-es kilométertől torlódik. Bandita küldte nekünk valamint Pécsen, a Hungária úton buszkoccant, és emiatt torlódás van a kórház felé. Ezt Ferko küldte nekünk. Köszi. Aztán gyorsan még egy-két hozzászólás. Ez Dávid jelen van, edzőbá, írta nekünk. Nagyon köszönjük. Igen, ez Dávid. Örülünk, komolyan, tök jó, hogy itt vagy. Polgár Peti készíti már az új dal, de erről beszéltünk. Igen. Készül az új dal, ahogy kész van, természetesen. Természetesen leadjuk. Most elintéztétek Krisztának a munkanélküli segélyt. Rendesek vagytok, írja egy hallgató. Ugye fölhívtuk Adrián Krisztát, de kiderült, hogy nem élő, a Klassz Online, össze akartuk velük kapcsolódni. De ha beteg, akkor nyilván jobbulást kívánunk neki. Természetesen. Na, gyerekek, óriási, hogy itt vagytok, ma reggel újra hallhatlak benneteket, nagyon hiányoztatok, a nagymamám a levegőbe csapott, amikor meghallotta a hangotokat. Kiderült egyébként, hogy másnak is így örül, annyira ne vegyétek magatokat. Ez a Boros Lajos. Újra itt van a Lajos az étterben. Welcome to the éter. Balázs, neked szerződésben van, hogy komcsi köpenyben kell dolgozni, mint a régi szaki? Kérdezi, ez a komcsi. Kérdezi, igen, hát ez a szürke. Már női, az oké, okay, hogy komcsi. Igen, ez a szürke köpeny. Látok bennünket online, igen. Hát ma ilyen komcsi vas
sikerült. De gondoltam, hogy ellensúlyozom ezt az Endi Vajna vonalat, úgyhogy... mondtam apámnak, adja oda a régi komcsi köpenyét, és akkor hát így legalább X-re tudunk játszani. Ebben volt az öreg az András út hatban. Kiváló dolgozó, érdemrend. Igen, picit ilyen minőségi ellenőrben nyomod most. Na most ez kicsit ilyen. Jó, hát, az... fölveszek egy ilyen. Én meg az ajtóhoz öltöztem, ahogy megírták a hallgatók. Egyesek, ugyanaz a színű. Nagyon jó, hogy végre vagytok. A másfél éves kisfiam a YouTube-on néz benneteket. Kényelmes a szék, mi? Kérdezi Tina és Éri. Gyerekek, rosszabb, aha, mint ami ennek kinéz. Hát, egyébként. Gumóim oda vannak már. Kicsit nekem is lüktet már az aranyerem, de egyébként nem lesz ezzel baj. Tehát most vagy megszokjuk, vagy nincs más. Szokni kell. Holnap hozok három. Én nem, ez nem az a hátradőlős, nagyon pihenőszék, ez egy más típusú történet. Én nem merek görnyet ülni, akkor lekoccolom a homlokommal a pultot. Nekem a dőlés szöggel van egy pici problémám, állandóan nyúlnék a képernyőhöz, és húznám magam felé. Mert egy picit nekem, hogy is mondjam, csak nagyon be van döntve ez a képernyő. Megint be vagy rúgva. Tudunk ezen változtatni? Megint be vagy rúgva, és szemen csapja magát az ablás. Konkrétan kivertem. Tényleg? És ez hogy jön ide? Legalább jó. Mindig így avatja az új stúdiót, tudod? Igen. Na, amíg nem voltunk... Azért milyen érdekes ez is egyébként, hogy erre a rádiók hogy rárepültek, amíg nem vagyunk, ugye? Bízva abban, hogy talán tovább nem leszünk, hogy erre ki hogy reagált, és ki mit csinált. Tehát azt látom, hogy Fridi az konkrétan körbeállta a sírunkat, lepisilte, megtaposott bennünket, és teli szájjal hirdette. Aztán körbenézett, és a gatyát is letolt. Tehát ő fürdőzött abban, hogy végre egy kicsit újra belénk rúghat. Teszi ezt egyébként ugye a bocsiéknál minden pénteken, de ő ezt nagyon szerette. Hosszú ideig foglalkozott azzal. De arra aztán gondolt, hogy azért, mert nem szólhatunk vissza, akkor lazább lehet. Mert nem is mondhatta volna. Hát ő azért nem az a típus. Én akire ott haragszom egyébként, az a szignálgyártó kisiparos. Nem tudom, ki volt, aki megírta azt a szignált. Minden rádió csinálta. Valahol azt mondták, hogy klassz zenék mennek. Valahol azt írták, hogy nem csak nevetés, hanem komoly témák. Ugye ezt pont a Music csinálta. Hát nem csak nevetés, ha ezt mondták volna. Nem csak rihíről, ami nem megy, azt nem kell öröltetni. Nem csak rihíről hív, meg nem tudom, hanem itt komoly témák. Gondoltam én, hogy persze, hát próbálnátok rihíra hiszni, csak... Megy. Hát, ez is csak az a sose volt. Igen, bocsinak egyedül nem könnyű, tehát, hogy azért így, én értem, hogy ott komoly témákkal foglalkoznak, de hát a nevetés sose volt az erősségük. Szóval, hogy azért, hogy mindenki erre milyen elegánsan reagált egyébként. Nem, azért tanulságos volt. Én szörföztem, én folyamatosan hallgattam mindenkit ebben a két hétben, amit mentem. Kedvencem. Tárgyalásra, folyamatosan. Én azt szoktam mindig mondani, meg azt is gondolom, hogy egyébként a médiában dolgozó emberek az egy nagy család, és ez egy picit olyan, mint amikor a nagymamát beviszik az intenzívre, de már elterjed a halálhír, és mindenki viszi a hagyatékot. De tényleg olyan volt, hogy én ültem a kocsiban, hallgattam, ugye mi szerdán megszűntünk, és tulajdonképpen már valahol ezek az új szignálok már hétfőn megjelentek, és gyerekek, mondom, legalább várjátok meg. Legalább süljön ki a testünk, érted? De már ment a hullagyalázás. De hogy igen, szóval keményen kaptuk. Óriás plakátkampány is indult, tudod, ahogy végünk volt. Az is volt? Persze, a klassz zenék. Igen, elindult, igen, hogy klassz zenék. Igen. Nem gondolta valaki abból Kovács Ömer tőkét valamikor, hogy nálunk milyen zenék mentek. Itt sajnos nem lesz rock, az szinte biztos, mert nem nagyon fér bele szerintem a rádiónak a profiljába. És hogy a Sepultúra kiugró lenne ebből a kínálatból. Jó, most várt ki a végét. Uh-huh. Az első nap jó fiúk vagyunk, most itt van mindenki, hallgatja a vezetőség is, hogy most milyen zenék mennek. Meg belül van a kulcs, nem tudom, figyelni. Igen, egyrészt belül van a kulcs. Kettő, hogy azért nyilván itt zenéket nem nagyon fogunk behúzogatni, amik én a rockot nem bánom. Tehát egy kényelmesen közepes könycseppem sincs azért, hogy nem fogsz itt, nem tudom, detnet átjátszani. Egy jó funk rock azért csak lett megy majd. Nézd, a funk rock ebben a rádióban szerintem abszolút. Abszolút belefér, főleg a vanliás funk rock, akkor az mindenféleképpen. De azért vannak nekünk saját dalszerzőink, és őket azért természetesen bejátszhatjuk, meghallgathatjuk. Tehát, hogy a Polgár Peti a Huna Freki dal után megírja majd az újrait, a Freki, vagy nem tudom, és kész lesz a remek mű, azt azért természetesen mi ugyanúgy le tudjuk adni. Viszont körbe ment egy levél a Facebookon, amikor is ugye mi nem voltunk, és azt hiszem, te talán posztoltad is, egy nagyon helyes, nagyon megható levelet írt ki egy anyuka az ő gyermekéről, ugye Álmosról, aki 9 éves, és az anyukája közé tett egy levelet a Facebookon,
Anya, hívd a rendőrséget, meghalt a rádió. És egy autista kisfiúról van szó, aki amikor tudatosul benne, hogy nem hallgathatja többet a rádió műsort, a Klasszt és ugye a Morning Show-t, akkor ezt mondta ő az anyukájának, hogy anya, hívd a rendőrséget, meghalt a rádió. És hát egy nagyon helyes, egy nagyon aranyos kisfiúról van szó, aki ugye, ahogy mondtam, 9 éves, és hát ő teljesen máshogy interpretálja ugye a dolgokat, köszönhetően ennek a betegségnek. A napi rutin, az állandósága, ahogy írta az anyukája, az ő világához erősen hozzátartozik, hogy minden nap ugyanazt hallja, hallhassa, és ne zökkenjen ebből ki. Ugye hát akinek van hasonló betegségben szenvedő gyermeke, tudja, hogy azért itt a bevett szokások, az állandóság az nagyon fontos. Ha valamitől is kicsit eltérsz, akkor ez őket érthető módon egyébként megzavarja, és kiesnek a napi ritmusból. Ebbe kapaszkodott a mi kis haverunk, minden reggel mentek ugye az iskolába, és akkor mi voltunk az ő kísérő társai, és amikor ez kiderült, akkor szegény hát összeomlott az ő kis élete, és ez egyébként szerintem mindannyiunknak volt az elmúlt két hétben olyan élmény, amikor odajöttek hozzánk, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, hogy mi van a reggelekkel, hogy nem vagytok. Most képzeljétek el, ezt fokozottan ennél a kisfiúnál, mert neki tényleg mi voltunk a rajszög beszúrva, reggel bele lehetett kapaszkodni, menjünk az iskolába, és szól a Balázs, Jani meg a Feri. Igen, és írta ugye Edith az anyukája, hogy ő megpróbálta beállítani a Petőfi Duma zene, itt is van, talán észre sem veszi, de hogy észrevette, hogy anya ugye az akkori Klassz még ez nem jó. Na most vagyok bajban, írta az anyukája, mert el kellett neki mondani, hogy megszűnt, és meg kellett neki valahogy magyarázni, hogy mi történt. És eljutottunk mi egyébként hozzájuk. Ő készített egy rajzot is, mármint a testvére, és eljutottunk mi hozzájuk úgy, hogy mi csináltunk, ugye, vagy készítettünk egy kis videót, ugye? Tulajdonképpen egy kis üzenetet. Ezt pont akkor csináltuk, ami nagy siker volt a Facebookon, ugye az elmúlt hetes egyik találkozásunk ott abban a cukrászdában. Ti azt láttátok, de csináltunk egy másikat, egy rendeset is. Igen, csináltunk egy videót, és ezt megpróbáltuk hozzájuk eljutatni. És most annak próbálunk egy kicsit utána járni, hogy segítette a videó, hogy egy kicsit könnyebb lette jelen pillanatban álmos élete, és hogy tudtunk ezzel valamit segíteni. Ha már az anyukája közé tett egy jellevelet, és ezt megírta, és aztán ezt internetes portálok átvették, hogy célba érte a videó. Megkérdezzük mindjárt, itt van Edith. Hello Edith, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Sok szeretettel köszöntelek benneteket és a hallgatókat is. És először is nagyon szeretném megköszönni a videóüzenetet, természetesen célba talált. Egy válasz videót is küldtünk nektek, nem tudom, hogy ezt megkaptátok esetleg. Hát itt most voltak változások az e-mail címekben mindenhol, igen. De eljutó, majd szólunk, hogy hova küldjétek, és akkor szerintem el fog jutni. Amely természetesen úgy gondoltuk, hogy ez abszolút jár nektek, hogy lássátok Álmoska első reakcióját, amikor megmutattuk neki ezt a videó felvételt. Örült neki, természetesen a maga módján. Hányszor néztétek meg azóta? Nagyon-nagyon sokszor megnéztük, és hát a végén ugye, hogy hát Álmoska, hát ki üzent neked? Hát a Balázs, a Feri és a Jani. Édesem, jó fej. És megnyugodott ettől picit, vagy sikerült azért így helyreállítani benne a békét? Természetesen azért is lenne jó, hogy tényleg megnéznétek, tehát ezen a szavakkal nem is lehet elmondani. Tehát ő annyira kis cukkerbogyó, róla tudni kell, hogy természetőből fakadóan, egy borzasztóan kedves, egy barátságos, az életével abszolút elégedett kis fickó, nyilván megfűszerezve az ő autizmusával. Neki nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy a kis napi dolgai, a kis rutinjai, azok a dolgok, amik az ő életéhez hozzátartoztak, ahogy ti is hozzátartoztatok a mindennapjaihoz, hiszen minden reggel az a napi fél óra, a háromnegyed óra, amíg mi kocsival beértünk mindig a lakóhelyünktől az iskoláig, munkahelyig, az az ő életének része volt. Ő neki ez egy megnyugvás volt, egy olyan dolog, ami aztán hát borzasztóan hiányzott neki nyilván, amikor ez
már nem volt az ő életének a része. Úgyhogy tényleg fantasztikusak vagytok, fiúk, és tényleg boldogát tettetek egy autista kisfiút. Az ő megnyilvánulása, ő keveset beszél, amit beszél, az is inkább visszhangzásszerűen adja vissza azokat a dolgokat, próbál az ő kis meséiből, történeteiből, amiket néz, olvas, hal, azokból így idézgetni az adott szituációra. És például sokáig úgy kért inni is, hogy a gumimacikból, hogy kaphatnék egy kortyitalt. és ő a megfelelő kis idézeteit a megfelelő helyen beveti. Na most, amikor meghallgatta a videó üzeneteteket, akkor ez volt az első. Tehát, de tényleg ő neki ezt a kis arcát és a kis nézését látni kéne hozzá, hogy tiszta költészet. Úgyhogy ez aztán mindent elmond. Tehát ez abszolút egy álmosféle kis remek reakció volt. Tehát tényleg így könyvbe lábadt a szemük tőle. Tehát igen, érdemes megnézni, elküldtük nektek, mert tényleg nagyon nagy szeretettel küldtétek ti is a videó üzenetet, és mi is nagy szeretettel küldtük ezt az abszolút válaszreakciót, és az első megnézés utáni reakcióját a azt hadd kérjük már meg, hogy a reggeli show kukacradio1.hu-ra dobjátok át, mert ez az új, mert valószínűleg ti még a régit. Lehet, hogy a régi. Igazából Julikának küldtem el. Julikának küldtem el, mert ugye Juli volt az, aki fölvette így a kapcsolatot velünk, amikor ez a kis posztocskából ilyen nagy történet kerekedett, és Juli vette föl velem a kapcsolatot, ugye ő küldte el a ti üzeneteteket, és neki küldtem ezt a válasz videót azzal, hogy hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát sok szeretettel küldjük, és juttassa el nektek. Oké, Edith, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, és nagyon helyesek vagytok, hát akkor mondd meg mindenképpen álmosnak, hogy vagyunk, hallgasson bennünket, elérhetőek vagyunk, analóg, online, applikáción keresztül mindenhogy, úgyhogy itt tudtok velünk lenni mindenkel. Még csak egy gondolat. Igen? Tényleg nagyon boldogok vagyunk, hogy az éterben vagytok, de sajnos itt a nyugati határszélen itt még nem tudunk benneteket fogni, úgyhogy az autóban még nem tudunk, de ugye majd ezért ez változni fog. Abszolút, persze, dolgozunk rajta. Hallgathatók legyetek, és akkor abszolút helyreáll a napnak a teljes rutinja. A cél az, hogy mindenhol legyünk előbb-utóbb nyilván. Mindenkinek jár a morning show. Úgy van. Köszönjük szépen, puszi. Nagyon szépen köszönöm. Most puszi nektek. Is, puszi. Igen, jelen. Átadom. Köszönöm szépen, puszi még egyszer. Sziasztok. Hello. Köszönjük, hello. De helyesek, nem? Na, akkor tudtunk egy picit segíteni, aztán majd nem sokára tudnak bennünket hallgatni. Várunk friss közlekedés híreket, mondani akartál valamit? Vagy csak? Ja, nem, hát ez a reggeli show, morning show, hát ez egyelőre még nekem megszokhatatlan. Sosem lehetsz elég óvatos. Ez igaz. Ja, miért kéne neki óvatosnak lenni? Te mész bíróságra. Igen. Az ember soha nem lehet. De ha itt-ott még egyébként ezt találjátok meg, ha erre kerestek rá, és kidobja a reggeli showt, akkor ne lepődjetek maga azért, mert még a Facebook oldalunkon is ez van. Így van, még azért sok helyen ez van. 8:30 lesz pontosan, 7 perc múlva, jövünk mindjárt vissza. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 38 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani, hello. Mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en, 0-20-3-111-111. Ez pedig az SMS számú, gyerekek, hát csak egy kicsit tapsot még. De... jár az. Kicsit hosszabb elbú, majd levágunk. De akár nyomhatnám ezt is egyébként. Mit befogtok hallni? Csak, hogy mindenkinek ismerős legyen. Na, lenyelted? Mit eszel? Mit tanáltál? Én még nem tudtam kimenni a stúdióból, annyi minden volt. Tudjátok nagyon jól, hogy én a szokásaim rabja vagyok, zabot eszem. Már hoztál zabot? Persze. Betárasztod a kis bögrédet, kókusztejet, mindent. Jó, ez majd valahogy tegyük be a hűtőbe, vagy nem tudom, hova kell. Már egy saját szobát is kaptunk.
Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Hát saját zárkát inkább. Igen, de hogy jó, majd akkor ezeket mutasd meg, hogy mivel lehet belenni, miben nem. Szerintem a Rádió 1-es kollégák még nem tudják, hogy igen, ez mióta élnek el, kérlek, hogy miben lehet, meg miben nem. Vonal. A veszedelem jött elő, ezt még nem tudják. Egyrészt a stúdióban evésívás, illetően kettő, hogy hát én nem kimélem senkinek az ételét. És az mi ételet. Ez? Ezt kivette? Nem mindegy, nem a tiéd. Tehát jól az ők, ezt majd elkezdik szépen eldugni, meg elpakolni mindenhova, mert ez nem lesz, nem leszünk túl jóban. Jó, de én igyekszem egyébként úgy belenni, hogy az illető ne vegye észre. Tehát én azt tökélyre fejlesztettem, hogy tudsz mindenbe úgy belenni a hűtőbe, hogy senki ne vegye észre, hogy te nyitottad azt ki utoljára. Ugyanúgy csomagolom vissza, ugyanúgy teszem vissza. Alibiből elé húzok egy-két joghurtos dobozt, tehát senki nem fogja itt a Rádió 1-ben látni azt, hogy én belettem. Valamiébe. Igen, ott látom a bajuszodon, most lesz neked jaj. Igen, na, gyorsan egy-két SMS. Rengetegen írtok, köszönjük szépen, nagyon sokan hallgatok bennünket online, Németországból, Ausztriából, Ausztráliából folyamatosan jönnek az e-mailek, az SMS-ek. De utálom ezt a webmailt, vagy mi ez, vagy minek hívják ezt, webkamerát, Mária, Grammy. Jani nem javul, az utolsó pillanatban jön. Most ez, most mi között most hozzá? Itt van, itt van. Ne zsandárkodjatok már. Hagyj éljen már az életemet két megszólalás között. Ezt mondtuk, hogy ez egy ilyen egyszeri, alkalom. Igazából. Úgyhogy nem lesz mindig online közvetítés, de vagyunk online egyébként. Na, azt mondja, miért rohannak a tekesek az új stúdiótok felé az egyik nyakában egyene mással? Hát már elhangzott egy-két olyan dolog, hogy lehet, hogy már nyitják a fájlunkat, és elkezdték írogatni, igen. Azt mondja, hogy úristen, mennyi SMS, te jóisten. Áthoztátok a tiltólistát is, kérdez egy hallgató. Én az én SMS-em még úgy érzem átjött. Ma ezt elmondtuk, már reggel nem lesz tiltólista egyelőre, most még ilyen. Ma. Hol vagytok? Pesten helyileg, srácok, titok, kérdezi Ancsa. Titok. Ez egy nagy épületben. Nagy épületben, egyébként Budán vagyunk. Igen, titok egyébként annak, aki nem tudja beírni a Google-ba például azt, hogy rádió egy cím. Igen. Első nap hallgatója, tip-top, jó újra hallani. Titeket örülök, hogy itt vagyok. Lekéstél, csak szólok, hogy már 70 ilyen jött. Nagyon jó SMS. A kezdetek óta hallgatom, a reggel is ott lehetek a nap hallgatója? Azt mondja, hétfőn ilyenkor aludhatnék, nincsen fősúli, de feláldozom a pihenést. Jó újra titeket hallgatni, hiányoztatok, lesz arra a lehetőség, hogy net nélkül is hallhassunk titeket a metróban. Azt mindig nagyon hiányoltam. Barátom anyukája egyébként metróvezető, megérdeklődöm, hogy is működik a kettes metró, hogy lehetett az ütközés. Kitti küldte, köszönjük szépen. Lányokat is vittétek magatokkal, nem hoztunk egyet sem, mert az Endi ígért többet is. Az Endi minden reggel más lányokat ígért, csak hogy jól legyen a műsor. Asztalisó, tengerisó, reggelisó, teljesen mindegy, srácok, a lényeg, hogy végre nem kell csendben dolgozni. Köszi, hogy vagytok, ezt szinti küldte nekünk. Azt mondja, hogy ezeket a zenéket még szokni kell, írja Kazi. Én is itt vagyok, Mocskos úr, küldte nekünk. Mocskos úr, drága vagy, örülünk, hogy itt vagy. Balázs, a stúdióban vele lehet vinni ételt, itart? Hát elvileg a szabály ugye az, hogy nem. Szóval igen. De holnap már nem leszek itt ennyien. Ma még bejöttek azért, hogy köszöntjenek. Én nagyon bízom, hogy holnap már csak a reggeli stáb lesz, és akkor szerintem ezt meg fogjuk tudni oldani. Érintetlenül ott van egy méteres fonott kalács az asztalon. Én azon csodálkozom, hogy még nem marcangolódik a keverőpulton. Figyeljetek, azért annyi minden van reggel, hogy ma még nem tudtam menni. De holnap ez már nem így lesz. Újak vagyunk ezen a helyen, szerintem ahhoz, hogy ez egy... Legyünk jók egy ideig. Hogy ez egy olajozott, barátságos, bensőséges munkakapcsolat legyen, nekik is változniuk kell. Szóval, ja, azt mondta, hogy nekünk kell egy kicsit lassabban megérkezni. Azért nem jó az, hogyha most rendesek vagyunk, és utána elkezdjük ütni, mert akkor az egy ilyen feldolgozhatatlan élmény lesz. Tudod, hogy egy hétig voltunk rendesek, aztán rosszak. Tehát most kezdjük el. Ez hozza be a zabot a Jani, igenis. Hát most még úgyis be fogja hozni. Most ne játsszuk már. Első nap, hát legalább de az első már nap, el, hogy ilyen rendesek vagyunk. Nem. Kicsit jó érzés rendesnek lenni. Hát igen. Engem. Pécsen valami egészen más műsor megy a Rádió 1-en, logó és szlogon ugyanaz, de a műsor más, erről tudtak valamit, esetleg várható változás. Így van, hát ugye a hálózat itt egy picit máshogy kell ezt a dolgot elképzelni, de minden Rádió 1-es helyi hálózati rádiónak lehetősége van arra, hogy átvegye a reggeli műsort. Tárgyalások zajlanak, szeretnénk sok helyen lenni az országban, úgyhogy drága pécsiek, kitartás, reményeink szerint ott is leszünk nem sokára. Azt mondja, hogy remélem mi hamarabb lesz Szegeden is Fregi, addig kénytelen vagyok mobilnetről hallgatni titeket a melóba, csak eléggé szaggat egy picit, de lehet ez én telommal van baj. Nem baj, töltök rá újra, hogy hallhassalak benneteket, ami a csövön kifér. Most ébredtem, végre veletek. Vajon már le vagyok tiltva, Jani? Nem, de amik éjszik nem múlik. Igen, nagyon jó Németországból látni és hallani. Titeket imádom, hogy újra vagytok. Nagyváradon csak YouTube-on vagytok, de így is itt vagyunk, hiányoztatok. Zoli apu küldte nekünk. Balázs Zsulót mögötted, őt is átmentettétek? Nem csak őt, egyébként az egész csapatot, mindenkit, tehát mindenkit van. Mindenki. Anna, Juli, rovatok is lesznek, úgyhogy mindenki lesz. És mindenki megnyugodhat. Hoztunk mindenkit. Tulajdonképpen senkinek a kezét nem engedtük el. Ugye? Kérdezik a podcastot is, hogy az is van-e? Lesz. Lesz, ugye? Lesz. Csinálunk? Zsül.
Lesz, igen. Olyan fura, hogy itt ül a hátam mögött, és nem itt ül. Annyira fura, hogy itt ül a hátam mögött, ezt engem még meg kell szoktam, ugye Zsül mindig a jobb oldalamon ült, de most itt ül a hátam mögött. De át tud gurulni. Egy mentorként. Igen, ő az én mentor. Én szeretem, ha itt van nekem a jobb oldalam. Ne a gombot. Ne, az pali, de az pali. Mindegy. Jó, most mindegy. Most Nyíregyháza egy kicsit csúsznak. Gyerekek, a klassz ugye már megpróbáltuk felhívni, csak hogy egy kicsit kalózrádiósat játszhassunk, de ott kiderült, hogy most nem élő az adás igazából. Lehet, hogy beteg a Kriszta, jobbulást kívánunk neki, nem tudjuk az okát, de kiderült, hogy ma ott nem élő adás van. Viszont Csabiékre is megpróbáltunk még rácsörögni, ígértük, hogy ezért megpróbálunk betrollkodni. Hát, mert ugye beszéltünk erről, hogy amikor megszűntünk, mindenki nagyon készségesen beszélt velünk. Viszont nézzük meg, hogy az újraindulásnál is ilyen hamar adásot tudnak-e. Csörögjünk rájuk, mert adásot tudnak-e kapcsolni. Nézegetni szoktam egyébként a Facebook oldalokat, és ott hallgatók nagyon hiányolják már a természetes nevetést. Biztos, most már beengednek adásba. De kényes vagy. Na, próbáljuk meg. Sláger? Sláger FM, ugye? Vagy szóljatok a Radunak, vagy nem tudom, hogy keresük a reggeli műsorvezetőiket, hogy vagy a Csabiék, már írok a Csabira. Most már csak ilyen tulajdonosi vonalon mozog. Hát persze, csak már nagy emberekkel jár. A recepciós kislány csak a tulajdonosokat mindenhol. Hello, Radu, Andy, vagyok, a fiúk keresi. Figyelj, várjál, írok a Csabira egy SMS-t. Hogy van elmentve? Abaházi. Remegzenék. Remegzenék Csabi. Várjál, ráírtunk, hogy ráírtam, hogy vannak-e ma reggel. Keresünk adásba, vagytok, megkérdezem a Csabit. Vagytok még ezen a héten? Ti még ott vagytok? Azt mondja, még ott. Csabi ugye beteg volt, vagy. És a nagy igen, én ezt posztoltam, és szemét módon kicsit rohadékoskodtam. Rohadék volt? Hát dehogy. Nem, ugye Csabiról megjelent egy hír, hogy ő elájult. És én kitettem a Facebook oldalamra egy posztot, hogy Csabikám, én mindig mondtam, hogy a reggelezés az egy komoly meló. Mert ugye ő két nap után föladta. De aztán kiderült, hogy rotavírus volt. 20 oldalas volt a szerződés, és meglátta a kötbért. Na. Fekete-fehér? Nem. Igen, nem. Akadjuk? Mi meraktunk. Kit hívunk most? Recepciót? Nem a Radut. Csak tulajdonosi vonalon mozgunk. Na, szóval én akkor kiposztoltam, hogy de egyébként jobbulást kívántam, nem voltam még korrekt, csak egy kicsit szemétkedtem. Mert ő 3 nap után ugye kidőlt. És akkor mondtam, hogy oké, Csabi, tarts ki, a reggelezés az egy picit keményebb. És a helyre jött, hogy helyettesítették? Nem, persze, 7 napot nem volt, de aztán jól le. Oda néz. Szerintem ennek nem örül. Recepció, Anna? Recepció? Adásszám? Reception. Hát ők beszélnek, nem veszik föl. Abi. Nem lehet, hogy adásban vannak? Ennyi ideig nem hiszem. Ott rövidebb megszólalások vannak. Hát... nem tudom. Biztos hangosan hallgatják a YMCA-t. Várjuk még egy kicsit, mert így... Igen. Nagyon durván szól a 220 felett. Adjunk még nekik egy kis... Nem, meg az, hogy nincs, tehát úgy, ahogy nekünk is csak villog, de igazából hangban az nekik nincs bekeverve, vagy ha fülükön van valami, akkor ők ezt nyilván nem. Legereggel, jó reggel. Ó, hello, jó reggel, ciao, Rádió egy Balázs, szia, hello. Nálunk élőben vagy, én nem tudom, hogy nálatok élőben vagyok. Kaldenekkel Anti vagyok, szevasz. Tóó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 ó
kérdezgetek, kérlek szépen, de itt van Csabi is, meg Piros, és mindjárt beteszünk. Te szerkeszed a reggeli műsorukat? Akarsz nálunk játszani? Nyerhet. Igen. Hát igen, nagyon jót fogtok. Lakatos Mágtól nyerhetsz egy hairstylingot. Nem. Akkor inkább most kiugrom a negyedikről. Lakatos Mágtól nincs szükségem semmire. De várj, dumáljunk már még egy kicsit. De én nem vagyok itt műsorvezető, ti dumáljatok. Hát attól még Anti 1000 évvel ezelőtt dumált, műsorvezető volt a Danubius rádióban. De Anti jobb vagy, mint a Csabi. De komolyan, hát most miért nem vezeted? Veled most többet nevettünk, mint a Csabival fogunk a következő 3 percben. És csak ez a hairstylingval a Lakatos Márktól egy hátmasszázs. Tartsátok meg ezt a malíciát, és jöhet mindjárt itt is adásba, jó? Élőben vagytok, vagy felvételről mentek, és csak te vagy ott? Mondom ezt majd a Csabiéknak. Beadlak. Jó van, ciao. Úristen, ne, ettől elhányom magam. Micsoda, hát ez a kedvenc zenekar. Úristen. Jézus Mária. Mi van, ne otthon família, hát ne. Atya úristen. Ne tagad már meg magad, ezt hallgatod a kocsiban. Nem, egyébként őket szeretem. Kislány az ongorának.
Na várj, ezt nem adjuk be, ne, azért ennyire ne futassam magam. Most. Megszabíz. Vonalban bekapcsolódott egy másik rádió, életemben nem hallottam még róla. Ki van a vonalban? Halló, játék? Jó reggelt, játszani szeretnénk, hello. Jó reggelt. Ciao, hello. Csabi Piros, hello. Jaj, de jó, hello, jó reggelt, hello, hello. Adtok ti is egy tapsot tőlünk. Na, nyomjátok. Aztán! Ez valami kávéfőző. Többen vagyunk. Hogy vagytok? Tessék? Hogy vagytok? Jól vagyunk egyébként, köszönjük szépen. Jól vagyunk, halljuk, hogy hallottuk a Neoton. Ezért felhívtatok egy hallgatottabb rádiót, hogy elmondhassátok. Nem. Csabi, arról van szó, hogy nem az, hogy nincsen témánk, csak segíteni akartunk nektek egy picit, már hallottuk, hogy vannak gondok. Igen. Tudod, régen barátok voltunk, igen. Csabi, nyugi. Belétek hallgattunk, az elmúlt két hétben gondoltuk, hogy nevessetek is egy kicsit, ezért átcsörögtünk. Hogy hallom a pultot, nem sikerült még megtanulni, mert még mindig szól alattunk ez a Neoton família. Azaz. Jó is az. Azt, ez az aláfestünk. Na, azt tudjátok, hogyha kiálltok az erkére, és mi is kiállunk az erkére, tudunk egymásnak integetni egyébként, mert körülbelül 300 méterre vagyunk egymástól, vagy 500 méterre? Itt vagytok. Én azt mondom, hogy valami fehérházban vagytok, de hogy melyik oldalon azt... Ja, de pont a mi oldalunkon, igen, amelyik oldalon a stúdió van, tehát a déli, igen, oldalon. Aha. Ti meg egy ilyen klinker téglás, hogy milyen téglás, kis piros. Úgy, hogy nem tudok oda menni a mikrofonnal az ablakhoz, de én most kiálltam az ablakba, kiállok, és onnan integetek. Akkor integetünk egymásnak. Jó. És ezt tudtátok, Piros, hogy lejben kapjátok a fizetéseteket? De legalább nálunk jók a zenék. Egyébként a lej meg nem rossz most, csak mondom. Egyébként most nézem, egész jól váltják. Na, hogy megy a reggelezés, Csabikán? Nem haragudtál meg a posztér, amit kitettem? Abszolút nem, sőt, meg is köszöntem másnap, ha hallgattad volna, ha valóban hallgattad volna, és nem csak ezt mondod a hallgatóidnak, akkor tudnád, hogy megdicsértelek, hogy olyan ügyes vagy. Uh-huh. Legalább Laura is megtudta, hogy beteg voltál. Nem. Milyen volt újra így a két hét után visszaállni erre a hajnali kelésre? Abszolút jó volt egyébként, meg örülünk, hogy itt lehetünk, és hogy dolgozhatunk a Rádió 1-en, Rádió 1-en, csak ezt gyorsan bemondjuk, hogy az állatok is legyen, még egyszer mondom, Rádió 1. Csak igazi, ma is lekem egy... Bármelyik rádió nevét. Az okoz gondot, hogy a mi hallgatóink titeket nem szeretnek, és gyorsan le kellene rakunk a telefonba, de hogy elpártoljanak. De ezt mondták? Vagy jó van, Csabi, most 300 ember ide vagy oda. Nem, egyébként én tényleg az elmúlt két hétben belétek hallgattam. Aztán gyorsan felirattam egy antidepresszáns, de egyébként nem volt ezzel baj. Igen. Remélhetőleg nem kell megtartani az antidepresszáns. Nem, tök helyesek vagytok egyébként. Jó, mert hogy megy a koránkelés? Piros, bírod? A múlt hetem, mert az első hét az valami borzadály volt, tehát azt hittem, hogy nem élem túl a dolgot, és folyamatosan azzal próbáltam győzködni magam, hogy de Anna is csinálja, Anna már nagyon régóta csinálja, és hogy ezt meg lehet oldani egy nőnek is, és aztán így kezdek átállni, tehát most már a hétvégén is fél hatkor ébredek. És Csabi nem mondta a Piros, hogy kezdesz a Tillára hasonlítani, olyan táskák vannak. Tök jól néz ki a Piros korán reggel is, csak mondom. De azért azt szoktam rajzolni, ami mindig jót röhögnek, amikor így 8 óra körül előhozom a kis minkszet, és elkezdek vonalakat húzogatni a fejemen. Figyelj, nekünk még nem sikerült megfejteni, de hát a ti hallgatóitok megfejtették, hogy hogyan tud összeütközni két metró. Foglalkozhatok ezzel ma reggel? Mi ezt itt próbáltuk boncolgatni. A hírekben ráfutásos volt. Tehát valószínűleg ott vagy fép problémák lehettek, vagy túl sokáig szeretett volna valaki fel, vagy leszállni. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy történhet meg, de sajnos megtört. János előadta, hogy leesett a fasírozott a zsemléje a vezetőnek, és hogy kereste az elguruló uborkát, közben történt. Na, de nem humorizálunk, reméljük, hogy nincs senkinek komoly baja, és mindenkinek jobbulást kívánunk. Jól van, nagyon drágák vagytok. Nálunk játék van, most gondoltuk, hogy kaphatnátok. Mi a nyeremény? Oké, mi a nyeremény? Mit tudnak nyerni? Mi a nyeremény, de nem... A Lakatos Márk stylistja. Egy vízforraló. Aha, az már van. Hajstyling, frizura tervezésre szóló ajándékkupon, így ahogy Feri mondja. Szeretnénk úgy játszani, hogy veszítsünk. Aha, én ezt meg akarom nyerni. Korda György, Onedin család, Ferenc József. A legnagyobb slágereket pár ilyen felé. Már ezt legkeverjük. Jaj, jó. Úristen, hogy ne böltétek még meg magatokat ezektől az zenéktől? A legnagyobb slágereket bármikor felismered. Na. Az utca. Na most jön majd a feladvány. Na, hogy kiket találunk egy dalt? Várj, mi a játék? Figyelj, hallod a dalt. Igen. Barana náma! Ki kell találni, hogy ki az előadó, mi a dalcíme. Jani, figyelj, te tudni fogod. Jó, oké, okay, na mond. Jó, nov, jóre gona live, trokterain, lord, jó gott, toki, kep, te fajt.
Igen, én olvasom. Megvan, keep the faith! Annyira közel vagytok, hogy ráláttok a mi monitorunkra, vagy honnan találtátok ezt? Konkrétan a Feri úgy mondta a megoldást, hogy én még azon gondolkoztam, hogy mi a játék, mert nem értettem a játékszabályt, és mondtam, hogy ez valami nagyon szürreális dolog, ami történik. Akkor add tovább a nyereményt, ezt most a Ferenc nyerte. Ne, meghagyjuk nektek, tényleg tudjuk, hogy bajban kevés az ajándék. Postázzátok el nekünk egy lakatos márka. Átdobom, jó? Jó, mindenképpen. Most egy páros belépőtöket elülték be Lapu című vígjáték premier. Bocsá, úristen. Eljár színház, olyan mikrofon. Jézus Mária, ezt is se gondoljátok komolyan. Na jól van, nagyon sok sikert kívánunk nektek, jó? És itt két megszólás között nyugodtan kapcsoljatok ránk, jó? Jó, néha belehallgatunk majd. Puszilunk benneteket. Küldeném haza az asszonynak a gombai dancebantól az anal trouble in the discoteket. Köszönöm. Köszönjük szépen, és csak azért, mert ti is elmondtátok, szeretném üzenni a rádió egy hallgatóinak, hogy a Sláger FM-el, a Sláger reggel Vágópirossal, Abaházi Csabával várja a hallgatókat. Mi van, megjött a Radu egy pisztollyal, és oda tartott a halántékot hozzá, hogy mi történt? Mi van, belépett a tulaj, vagy mi történt? Így a fékezett az udvaron a Dacia. A hallgatók, hogy ti mindenem viccelődt. Jó, nem, igen. Akkor majd küldünk két doboz fánkot, mi ezt válaszoljuk, jó? Szevasztok, puszi, ciao, köszönjük szépen. Vágópiros, Abaházi Csaba, hello, ciao, sziasztok, hello, hello. Le jó arcok voltak egyébként. Jó fejek voltak régen. Figyeljetek, hát az Annával mi 1999-2000 óta voltunk kollégák a Csabival, meg hogy a Pirossal, régóta nyomtuk, tudod? Persze. Tehát, hogy azért az, hogy így a nagy csapat szétszaladt, az annyira nem jó. Igen. De így meg jó, hogy át lehet csörögni. Igen, a Danubius Klassznál azért, hogy az ott mindenki jött. Most azért így a szélrózsa minden irányába. A szélrózsa minden irányába szaladtunk, igen. Na jól van. Drága hallgatók, itt vagyunk, tehát a Rádió Egyen, nem elfelejteni, 3111111, ez az SMS számunk és a telefonszámunk is. Jó, várunk friss közlekedési híreket. Írjátok meg nekünk. Nem, ez sok. Ezt nem vagyok hajlandó bemondani, csak az, hogy 4 perc, pontosan 9 óra. Jó. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Feri, hello Jani, hello! Sziasztok, jó reggelt! Drága hallgatók! Kretselek a pulton. Őrület! Innen van, ugye itt már érintőképernyős kis pultocskánk van. Ezt az effektet egyébként már az új hallgatóinkkal vettük át, az utóbbi negyed órában jöttek át a Sláger FM-től. De gyerekek, itt van minden, amit szerettek, amit hallhattok, amit hallottatok nálunk, tehát ez is itt van. Kutya ember! Nem az, itt van. Ez is itt van, tehát minden. Igen. Ez is az új hallgatóink, mondjuk ez törökül van. Igen, törökül van, és azt jelenti kicsi béka, kicsi béka. Jó? Azt hiszem, hogy ezt még küldtük talán másnak is, ezt a dalt. Na, online vagyunk, nagyon sok információ van, amit el akarunk mondani így az óra elején, ami fontos lehet. Egyik, ami a legfontosabb, hogy ma online streamet adunk a Rádió Egyen, vagyis tudtok bennünket online nézni. Ez nem lesz minden nap így, de ma ez az első adás, úgyhogy meg tudjátok nézni, hogy mi van a stúdióban. Az applikációt, ha letöltöttétek régebben, töltsétek le, újra frissítsétek, azon már egyébként jobban megy. De olyan számokat produkál az online adásunk, és annyian jöttetek most velünk online is, ugye nyilván, ahol a Rádió Egy még nem fogható, hogy egyszerűen ezt bővíteni, fejleszteni kell, úgyhogy nem feladni, nem elfordulni tőlünk. Nagyon sok mindenkit már a szerver nem tud ellátni, de szerintem ez holnap-holnap utána már helyreáll, azt ígérik az itteni kollégák, úgyhogy lehet bennünket az online streamen is hallgatni, illetve az applikáción keresztül is. És ami talán segítség lehet, hogyha fölmentek a Rádió Egy honlapjára, akkor onnan át lehet linkelni a YouTube-ra, amit viszont korlátlan mennyiségben tudtok mindenünk élőben használni. Így és van. Majdnem minden működik is. Így van. Úgyhogy ez történik jelen pillanatban. Nagyon-nagyon sokan vagyunk. Köszönjük szépen, hogy ennyien jöttetek velünk, és ennyien jöttök velünk, csak hát ez az infrastruktúra, ez még egy picit ezen dolgozunk.
dolgozik ebben? Rengetegen, rengetegen vagytok. Jelenleg egyébként egy stáb is dolgozik bent a stúdióban, egy fókustáb. Adok nekik egy vágópontot. Igen, János adott egy vágópontot, igen. Na, szóval itt vagyunk, mit akartam még elmondani? Azt akartad még elmondani, hogy új az e-mail címünk is. Nagyon-nagyon fontos, hogy oda küldjetek már a reggeli show-nak küldött e-maileket. reggelishow@radio1.hu Vadonatúj e-mail címről van szó. A telefonszámunk is vadonatúj. Minden. 06-2037-311-111. Igen, 311-111 tulajdonképpen. Itt elértek bennünket. Na, Sárvár Szombathely összeomlott a net, 630-os semmi gyerekek, mi van? Tönkretettétek az internetet, atyaisten. Bocs. Hullanak most a könnyeim, jó titeket újra együtt hallani, ha csak 5 perce is, Marci a cukrászlány. Azt figyeltétek, hogy a kabátos fiatal srác, akivel kezet ráztatok az előbbi után, kiment titeket fényképezett az üvegen keresztül. Ezt mindig elfelejtem, hogy látni most bennünket egyébként online, igen. Megfejtitek, igen. A kispesti tűzoltók üdvözölnek titeket. Próbálom hallgatni a rádiót az appon, illetve más appokon keresztül, de 10 másodperc alatt kidob vagy leáll, Szabolcs írt a Sopron, hogy gyerekek, ez Black Friday. Jó, ha először odamész, ott vagy, ha ledob, akkor újra kell próbálkozni, helyre fog ez állni, higgyetek el. Állok a busz megállóban a kezemben a telefonommal, és nézem a streamet, hangosan sírva röhögök, az emberek meg csak néznek rám, hogy mi bajom van, ezt ne hagyjátok abba a könyörgöm. Néztem az élőképet, piros telefon, az Andy vonal, aki az hát. Gyerekek, ez gyerekek, van. Ennyi. Megtörtént a betelepítés. Kaptuk egy piros vonal, egy piros telefon. Ha ez csörögni kezd, akkor ezt mindenképpen fel kell, hogy vegyük. Ezt mindenképpen azt fel kell, hogy vegyük. Azt nem tudom, mennyire Jani nál van. Nem tudom, mennyire van beüzemelve. Halló. Nem, Tóni, nem. Én vagyok. Igen. Igen. Akkor Tóni is becsörgött. Szóval kaptunk egy piros telefont, igen. Szimbolikus jelleget. De mi ezen nagyon jól szórakoztunk. Bekötjük majd. Te csak viszed egy szimbolikus jelleget. Hello, fiúk. Hello, hallgatom. Regan, nagyon tetszik. Kési. Sok volt a fánkos folyén. Nagyon. Welcome on board. A folyónak első percet már fordítottak. Ebből már körbélsz. Hello, fiúk. Ne felejtsetek átnézni a szerződéseteket. Van benne egy-két fontos pont. Nézzétek meg, jó? Aztán újra csörgök. Na, hi. Szóval igen, kaptunk piros telefon. Jupi, hello fiúk, hiányoztatok, nagyon remélem, hogy jó számra írtam, puszi nektek, jó számra írtál, végre jó ízűen tudok újra nevetni teli szájjal, köszi nektek, Reni. Kitelepülések továbbra is lesznek, kérdezi Ákos. Nagyon szeretnénk, akarjuk, hát ha lesz is ez ugye az előző munkahelyünkön is, a Klasszon is csak májusban volt, úgyhogy ezt még van időnk összetenni, van időnk kitalálni, szeretnénk országjáró turnéra menni, találkozni veletek, úgyhogy céljaink szerint lesz kitelepülés. A régi támogatóinknak is mondtuk ezt, hogy megint lehet. Megint lehet tehát jönni. Ha ugyanolyan jót csinálunk, tudod? Igen. Na, Janikám, hallgatom a zenéket, úgy érzem, itt nem lesz sok death metal. Hát, belül van a kulcsa, hogy már mondtuk, itt a stúdió belül, úgyhogy előfordulhat, hogy még lesznek, mint tudom, keményebb pillanatok, de hát death metal nem nagyon. Igen. Most volt időm belenézni az élőbe, a Jan az első adásra kivakszoltatta a haját, nagyon kemény. Ki az a tiltakozó tanár a kockás Ingben? Gyerekek, hát itt újra tiltakozó tanár a kockás. Igen. Gyerekek, hát itt nagyon sok technikus kolléga dolgozik, az, hogy minden flottul menjen, segítenek nekünk, nagyon hálásak vagyunk, már reggel egyébként fél hattól. Valahogy megkeveredett ide egy Lipsi, de már kivezet. Igen. Úgyhogy nagyon sokan dolgoznak. Új Rádió 1-es kollégák, mindenkit név szerint majd szépen meg fogtok ismerni, ha lesz élő közvetítés, és előbb-utóbb. Ugyanúgy ők is, ahogy a mi csapatunk, Zsűl, Anna, Juli, Laci, Viki családtag, itt mindenki ugyanúgy családtaggá válik. Csak hát kell idő nyilván, hogy ti is mindenkit megismerjetek, mi is mindenkit megszokjunk. Úgyhogy kollégákról van szó természetesen. Így van. És ő a kockás volt, de nem konfekció. Rága kockás. Látom, már itt is tiltólistán vagyok, mert nem megy be az üzimére egy hallgató. Bejött, 20-asra végződik, most még bejött. Úgyhogy még nyugodtan írhattok mindenfélét. Uh-huh. Még nyugodtan írhattok mindenfélét. És nagyon finomak voltak a fákok, de most már jöhetnek a Louis Vuitton táskák. Megnéznélek vele egyszer. Köszönjük szépen, jól laktunk. Én szeretnék valamit a feleségemnek a fa alá tenni, hiszen közeleg nem sokára karácsony. Igen. Írt a Csabi, hogy szeretik a megszólalást. Így van. Hogy jó volt. Nekem jó a hamis is, úgyis csak a macska lomnak lesz. Jó, a micsoda hab? Hamis. Na, azt onnan nem kapnál. Na. Egy-két közlekedés, csak hogy segítsünk azoknak, akik úton vannak. M0-ás, az M1 felé a 40-es kilométertől torlódik. Bandita, köszi, hogy elküldted nekünk, kis helyzetjelentés. Monostor Apátiba tökéletesen szól a balatoni freki, Veszprémben aztán egy kicsit eltűnik. Gyulafirátoltán újból jó Zircig. Imádom, hogy újra vagy
vagytok, drukkolok nektek, hogy sokáig legyetek. Joke küldte nekünk. 19. kerület Nádasdi Kisfaludi utca baleset miatt lezárva vigyázzatok, valamint az Erzsébet hídon van egy elhagyott hátizsák Pest felé a jobb oldalon. Csippike kérdezi, hogy ki lehet. Baleset van az M1-es M7-es közös szakaszán befelé, az egyes nagy áruháznál alakul a dugó, ezt Gyula küldte, és a budai, valamint a pesti alsó rakpart pedig kiválóan halad. A kollégáinktól azt az információt kaptuk, hogy nagyon sok határon túli magyar is hallgat minket, illetve olyanok is, akik külföldön dolgoznak. Ennek nagyon-nagyon örülünk, nekik külön szeretnénk köszönni, szeretnénk szépen. Bocsánat, csak annyira lefújtuk ez a sorolatfánk. Túl lédet. Mi van, leérte van? Szóval köszi, srácok, hello. Éva, na. Erdélyben is nagyon-nagyon szeretünk benneteket, nem annyira, mint a Szilva pálinkát, de majdnem. Annyira szeretem. Én annyira örülnék neki, hogy egy régi, nem titkolt vágyunk az, hogy összehozzunk végre egy határon túli kitelepülést is, és tök jó lenne ellátogatni valahova, akár a Felvidékre, akár Erdélybe, a Bánságba. Balázs úr is megy a bécsi karácsonyi vásárba. Olyan jó lenne. Én is karira vásárolni. Bízunk benne, hogy ez is összejön. Ez is terveink között szerepel. Igen, hát sok mindenen dolgozunk. Egyébként Nagyváradról kifejezetten sok SMS-t és e-mailt kapunk, hogy ott rengetegen hallgatnak minket. És ez nincs is messze. Jó, hát ezt kitaláljuk, én benne vagyok, hogy legyen egy ilyen helyszín. Gyerekek, hogy van ez a mikulásos történet? Ma este tesszük be, de most az igaziról beszélünk? Nem kell minden mikulásnál arra gondolni, hogy Andyről beszélnek. Hát, nem erre gondolok. Tehát az igazi, hogy ma teszed ki, ma teszed be a kekszecskét, hát és akkor reggelre jön meg. Nálunk legalább. Hát amikor a gyerek iskolában van, akkor inkább csak délelőtt tesszük be. Én akkor is beteszem, amikor a gyerek otthon van. Csak amikor mondom, hogy eddig foglalja el magát. Csak akkor te nem vagy ott. Szóval, hogy ma beteszem, vagy ma... Ja, mit teszel? Ma, hát teszel. A cipőjét ma ő kitisztítja. Azt őti, igen, ma van a tisztítás, és reggelre jön. Nálunk legalábbis. Uh-huh. És akkor reggel érkezik, engedett, meg hát 6-án reggel. Igen. Engedett, hogy ő tisztítsa a vikunyát. Az, hogy összetört bennem egy világ, mert nálunk a Beni elmondta, és megemlítette, hogy hát ő már tudja, hogy ez nem az, aminek látszik. Ki mondta meg neki? Valami rossz akarod? Beni, gyere csak ide! Csókoló bocsi bácsi! Tudd meg, hogy nincs Mikulás! Csak azt szeretném mondani, hogy nincs Mikulás! De egyébként milyen elcsesztett Mikulások vannak, csak eszembe jutott, hogy tegnap megyek a gyerekkel fodrászhoz. Mert az anyja kiadta, hogy vágassam le a haját a gyereknek. Mondom, jó, miért nem vitted el a víz? Igen. Anya kiadta, hogy minden a gyereket fodrászhoz. Oké, mondom, elviszem fodrászhoz, legyen így, rendben, menjünk-e fodrászhoz. Bemegyünk ott a helyi kis bevásárló központba, és hogy mennyire kéne egyébként erre a Mikulásoknak figyelni, azt látom, hogy ugye nálunk úgy néz ki a bevásárló központ, hogy jobbra bemész magába a hiperbe, balra pedig fodrászat, szolárium, pékség, törődő, ilyen üzletsorok. Középen pedig egy ilyen sétáló rész, ahol padok vannak, le tudsz ülni. És a Mikulás, hogy brunyált egy maíros oszlopnál. Azt látom, hogy ott csücsül a Mikulás, és gittel érted egy újságra. Nem. És azt látom, hogy egy fiatal srác éppen öltözik be Mikulásnak. És próbálom a gyerek szemét eltakarni, akiben még azért úgy kicsit él az illúzió, bár már, ahogy mondtam, elkezdtem mondogatni, hogy szerintem nem, meg hogy mit tesszük be, de próbálom mindenféle ilyen trükkökkel összezavarni. Csaló. Erre nézél, arra nézél, ne vedd észre, de közben ez a nyomorúságos Mikulás, ez szerencsétlenkedik valamit azzal, hogy ő ott át tudjon öltözni. Nem értem, micsoda 5-én egyébként egy bevásárló központban, szerintem valamilyen promóciós Mikulás tehetett. Nem akar lemaradni. És a gyerek, akiben már egyébként se nagyon élt az illúzió, szájtátva nézte végig, ahogy szerencsétlenül, kicsit bénázva, leeső szakállal, rossz kabáttal öltözik föl egy félig utcai ruhában lévő ember, akiből ott úgy abban a pillanatban egyszer csak elkezdett Mikulás lenni. És láttam a gyerek arcán, hogy ő ugye már nem hisz ebben annyira, meg tudja, hogy valami turpiság van a dologban, de mégis azt éreztem, hogy ez okoz benne némi ilyen diszkomfort érzetet, hogy ő ezt most nem érti, hogy mit csinál itt a Mikulás. Hogy... próbálod a fejét elfordítani, őrizni, elterelni a figyelmét, és összeomlott. De miért nem, összeomlott. De miért nem tudod elbújni a Mikulást? Hogy miért nem vigyáznak a Mikulások? Igen, ne ez egy hivatás. Tehát ha te Mikulást költözöl, akkor ne tedd tönkre a többi gyereknek az életét, aki ott sétál a hiperben.
Aztán ezen túl volt azért, tehát nem rázta meg nagyon. De a gyerekeknek szájtát, hogy futogattak rá, ott álltak előtte. Érted, amikor 4 évesen végignézett, hogy ott öltözik át előtte, tehát oda az illúzió. Azt nem? Mondani, a gyereket meg kéne büntetni, el kéne venni a Mikulás engedélyt. Nem tudom, hogy Benny mondjuk, nem találkozom, mert amikor legutóbb találkoztunk egymással, egy 20 perces videót nézett arról, hogy egy aszteroida szét fogja robbantani az egész földet, és megszűnik a civilizáció. Ez igaz. Hát, tehát, hogy így... A gyerek kicsit előre haladott állapodom a szellemileg. Aztán mutatott nekem egy meteorit darabot. Jó, de nem így van ezzel? Mikulásba ettől még hiszel egyébként, tehát hogy azok a szent dolgok, a Jézuska is, meg a Mikulás is, attól, hogy te meteoritot tartasz a zsebedben, a Mikulás még van. Nálunk most az óvodában kezdődött el, hogy bejöttek és Mikulás gyerekek. Van, mondjuk hátra most még hallgatnak gyerekek. Mikulás természetesen van. Hát hogy persze, hogy és van. Jön holnap. Értik. Csak vannak az elcseszett kamu Mikulások, akik ott öltöznek át. Mert a Mikulás az igazi Mikulás, az időben átöltözik. Ő ma este jön, és azok, akik nem győzik ezt kivárni, azoknak van a Pót Mikulás. De a Pót Mikulásoknak vizsgát kéne tenni. Tehát rendes szakáll, át tudsz-e öltözni. Tök igazad van. Legyen egy vizsga, hogy te képes, hogy arra ne egy bevásárlóközpont közepén öltözz át egy 40 fős gyereksereg előtt, érted? Hát az oda az illúzió, nem? Hát a tessék arra odafigyelni. A racionális értelmileg szellemileg fejlett gyerekek, azok előbb-utóbb is felteszik a teljesen logikus kérdéseket a Mikulással, meg a Jézuskával kapcsolatban. Jézus apa és a szögek, tehát hogy érted, biztos, hogy rá fog kérdezni, hogy jön ő, hogy jön ide, hogy hoz ajándékot, hogy teszi a falá, hol mászik be, hol jön be. Ezek mind racionális kérdések. A kéményen, inkább ezekre, de miért kérdezni a gyerek a szögeket? Azt nem értem. Hát mert... Hát jó, de hát a kis Jézuska aha, hozza. És a kémény, hogy jön be a kéményen egy 10 emeletesben? Aha, vannánk. Hát ő akkor az ablakon. Jó, hát legyen már fantázia. Kinek kémény, kinek szemét ledobó. Hát ő a szemét ledobó. Ja, hamarán a szemét lebogott. Hallod kicsit? Nem, mert a rénszarvasok odaállnak az ablakhoz. Igen, gyerekek, a nyolcadikon. Hülyék. De ez neki nem kérdés, tehát ez csak neked fogalmazódik meg, hogy hogy jön be a Mikulás. Az ablakon megáll a szánkó, áll a levegőben a 8. és átmászik a Mikulás. Igen, pont akkor, amikor kidobnak egy literes kocsis írmás üveg. Így jön valamit, nagypapa. Endi, szerintetek ma hányan állítják meg, hogy hol hagytad a sapkádat? Láttam, kocsival jössz. Ez nem ér. Hova? Hol van a szánod? Én úgy tudom, hogy Endit senki nem meri megállítani. Az is igaz, kisfiam. Hagyd a bácsit. Hagyd a bácsit. Csak az index. Láttam, kiszálltál egy jibből. Hol van a szánod? Hol vannak a rénszarvasai? Na jó, szóval akkor ma tegyük be. Ma. Ugye? Ma. Jó. De akkor mit csinálják, hogy ő már nem annyira hisz benne? Akkor mondjam azt, hogy ez már tőlünk jött, vagy még így próbáljam egy évig visszanyomni ebbe a tudatba, hogy már pedig van, mert ugye már pedig van, de hogy akadályozom a fejlődését, vagy segítsem. Igen, ez nem fejlődés, akadályozás, ez a realizmus és a mesevilág közötti hátjáró. Tehát ez egy ilyen átmenet ennek most. Így van, te vagy az őrzője, tartsátok az meg. Az a baj, hogy jobban keres a Google-in, mint te. Hát ez az abszolút, igen. Illetve mindig megnézi az előzményeimet. Most az a nagyobb baj. Ezért kell nagyon óvatosnak lenni. Azt kell előtted, hogy kinek a renomját rombolod, kinek a szavai lehetőségét, a Mikulásit, vagy a sajátodat? Már hogy érted ezt? Mert hogyha a gyerek rajta kap azon, hogy hazudtál, akkor neked véged. Onnantól kezdve nem fog elvinni neked semmit. Nem akarok neki. Tehát én azt akarom, hogy a tudja. Tehát, hogy amit kérdez, én arra őszintén válaszolok. Igen, kivéve ránk nyit az anyjával. Arra még nem válaszoltam őszintén. Azt nem merem megmondani. Valójában. Miért ekkora? Valójában mi történik, és miért mindig én térdelek? Miért gúvad annyira a szemem, miért én vagyok 4 kézláb, és miért van a Viki mindig mögöttem? Apa! Kisfiam, csukd be azt az ajtót! Ezt még nem merem neki elmondani. Na, már így játszunk Mikulás, nem csak tárgyalunk a bácsival. Játszunk egy jó kis játékot, mit szóltok? Hát ilyenkor nekünk mindig van játékunk, vagy le tudjuk azt még játszani. Mikor nyílik az ablak? Hát már megnyílt szerintem. Megnyílt az ablak, akkor... 26 van. Nyílt ablak? Nyílt ablak, gyerekek, nyílik az ablak. Nem? Nyílik az ablak. Ez már ajtó. De ne, akkor lejátszok utána. Az ablak az nyíljon ki, adjuk át, amit át kell, és akkor lejátszok utána, az úgy egyszerű. Egyszerű szerintem. Gyorsan még egy pici közlekedés. Jó, Budai alsó rakparton valaki elakadt a Budai alsó rakpart elején, még a Mozaik utcánál, és emiatt van a dugó. Örülök, hogy újra vagytok, nagyon jó benneteket hallgatni, 2 hétig baromira unatkoztam. Aztán, Jani, te még fent vagy a Klassz honlapján, írja valaki. Na, az egyetlen, akit meghagytak átunk közül. Valamiért téged még nem tudtak kitörölni. Minket már leszettek? Minket már leszettek egyébként, igen. Marhára nem vagyok. Oké, na, akkor elmegyünk egy picit, jó, zenélni, hírekre reklámozni. Ha valaki hármasugrás játszana, tegye meg nyugodtan, egészen nyugodtan, mert hogy
lehet játszani azt is. És gyönyörű szép ajándékaink vannak. János reggel már vázolta, hogy így van. Meg tudjátok nézni a Morning Show-nak a Facebook oldalán, lefotóztuk. Ilyen show. Természetesen. Ilyen show. Ja, reggeli show. Tehát, hogyha valamit az ember folyamatosan szajkoz éveken keresztül, akkor ez beragad. Igen. Ezért ne legyen üzlettársad soha. Ezért vigyázz arra, hogy mit csinál az üzlettársad. Ezért legyél nagyon óvatos, és ne bízz meg senkiben, csak a családodban és a legszűkebb baráti környezetedben. Ez ragad be nagyon, meg a Magyarország jobban teljesít. 4 perc van pontosan, 9:30, jövünk vissza mindjárt. Egy pici szünet után a játékkal. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Fodor Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:10 lesz pontosan, 7 perc van, hello mindenkinek. Hello Feri, hello Jani! Drága hallgatók, itt vagyunk. Itt vagyunk és folytatjuk, hoppá, ez kicsit elforog, szóval, hogy még tartozunk ugye egy játékkal, és aztán jönnek a nap legjobb pillanatai, mert hogy azzal is készültünk. Hát ma még nyilván azért így a körbe cimatolás fázisa zajlott, és szoktuk, a Rádió 1-et, a Rádió 1 is szokott bennünket, úgyhogy kevesebb témánk volt, viszont sok minden történt azért ennek ellenére ma reggel. Megvan például a 400 000. Facebookozó, ugye a Rádió 1-en. Így van, egészen pontosan Szigeti Levente a 400 000. Rádió 1-es Facebook követő, és ő majd kap tőlünk, pontosabban a Rádió 1-től egy nagyon szép ajándékcsomagot. Hoppá! Csika! Ő 400 000 már? 400 000. Aha. Igen. Nem szeretem az olyan Facebook oldalakat, ahol többen vannak, mint az enyémen. Nem is mondtál, nem nyertél Levente semmit. Ez csak idő kérdése. Utána nézzük még a dolognak. Ez mindig érzékenyen. Mennyinél vagy? 3:40. 3:42, valahogy így állok most jelen pillanatban. Na, játszunk egyet, jó? Vagy akartál még mondani valamit? Ja, csak annyit akartam mondani, hogy ugye ma is mondtuk, de még a héten is mondani fogjuk, főleg azoknak a hallgatóknak, akik ugye korábban nem a Rádió 1-et hallgatták, hogy rengeteg új elérhetőségünk van, köztük van egy új e-mail címünk és a reggeli show kukac@radio1.hu, de már érkeztek is egyébként levelek, csak hogy bizonyítsam, hogy ténylegesen érkeztek levelek. Nagyon jók vagytok, felkeltem reggel azért, hogy hallgassam az első adást. A Rádió 1-nél sajnos itt analogon nem lehet hallgatni, de online hallgatható, és nagyon-nagyon jó itt Romániából is az adás, Zsolt írta nekünk, és rengeteg e-mail érkezett még be, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy így örültök neki, hogy itt vagyunk. Mondani fogunk minden címet, minden elérhetőséget, és meg fogjátok tanulni. Na játszunk, már itt is van a hallgató. A Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ez gyors volt, gyerekek, ez jó rövid. Halló, jó reggelt kívánunk! Halló, Sanyi vagyok. Hello, Sanyi, jól mondom? Igen. Sanyi, hello, honnan hívtál minket, Sanyi? Budapestről. Nem egyedül játszol, ha jól tudom, van segítséged, ugye? Vagy áll melletted valaki? Igen, a kislányom. A kislányod, hány éves? 6. Hát akkor ő még talán nem fog tudni annyit segíteni. Nem. Sanyikám, nem vagy túlságosan feldobva, ennek mi az oka? Azért nagyon meg vagyok illetődve, az első hármas ugrás játékos lehetek itt ebben az új rádióban. Igen. Nagyon vártuk már, hogy jöjjetek, mert de jó. Kivoltunk. Azt hittek azt fogod mondani, hogy mert Balogh Esperes Ákos volt a kedvenc. És rohadjatok meg. Na jó, Sanyikám, figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem egy picit nehezebbek. Mihez képest? A könnyűekhez. De első napra tényleg vetettél ilyet? Hát most mit csináljuk? Figyeljetek, én nézegettem közben a mindenféle hozzászólás, nincs. Hogy a különféle hozzászólásokat, és volt olyan hallgatónk, aki azt írta, hogy legyen minden régi játék, hármas ugrás is, de ne legyenek nagyon prolika kérdések. Hát ha ilyen elvárások vannak velem szemben, ne legyenek nagyon prolika kérdések. Jó, tényleg, hogy tudnál nem prolikérni? Hát ugye, na figyelj, Sanyi, így szól az első, mehetünk? Persze. Ki ez a Forma 1-es világbajnok, aki a napokban jelentette be a visszavonulását? Hát ez Így van. Keke Rosberg. Keke Rosberg, de hülye vagyok. Ott az elején. Igen, Keke Rosberget akartam, hogy ő az apja, igen, de Nico Rosberg, igen. Igen, a film gyerek német, igen. Sokakat meglepett egyébként, igen, senki nem számított rá, hogy ilyen fiatalon visszavonul. És a Mercedes, hogy meglepte. Igen, Alonso reménykedett. Menjünk tovább? Persze. Melyik balkáni állam hivatalos pénzneme a LEK? Így szól a második kérdés. Hűha, LEK. LEK, igen, gyorsan mondj valamit. Melyik balkáni állam lehet ez? Azt mondja, hogy Albán. Oh, de jó, van. De jó. Albánia, így a van. A kislányod mondta, mi? Albánia. Oké. Okay. Mi legyen a harmadik kérdésem? Az a legdurvább. Nem, szerintem az se nehéz, vállalható. Akkor jöhet. Így szól a harmadik kérdés. Mit adunk? Bögrét. Bár van bögrénk? Ha persze. Tudom, hogy erre reggelis átcsodálkoztam. Tol, póló. Azt a mindenségét neki. Melyik irodalmi mű alapján készült a West Side Story című musical? Melyik ez az irodalmi mű? West Side Story, igen. Hát egy híres alapművet dolgozott klasszikus. Fel. Így van. Hát... Egy ilyen szerelmi dráma. Senki nem marad életben. Tényleg. Igen.
Hát figyelj. Nem boomozhatunk, mert online adjuk a boomot is. Most nem mutathatjuk meg a boom szoftvert, úgyhogy el kell, hogy talán. Nagy szerelmi dráma, és mindenki meghal a végén. Két nagy család háborúzik egymással, és a fiatalok megölik a bulit. Tessék? Romeo-s Júlia. Jó van, úristen. Igen, megszűntük ezt a játékot. Kicsit kellett rajta dolgozni. Oké, és annyi megvan az ajándékcsomag, küldjük, jó? Hát nagyon szuperek vagytok, majdnem mondtam valamit. Nyugodtan, egyébként belefér. Nem, az nem szabad. Nem szabad mondani. Dehogy nem, majd főleg a gyerek előtt. Igen. Nagyon az... faják vagytok, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszi, ciao. Szia. Az NMHH-nál nem semmisítették meg a kartonunkat, csak most újra előtték. Átírták. Áthúzták a nevet. Vonal. Ugyanúgy lesz karton, higgyetek el. Piros vonalat húztak, és azt mondták, akkor új fejezet. Mi? Na nézzük, szóval ettől nem kell félni. Nagyon jó, írja a hallgató, hogy a webkamerán látszik a helyes válasz a papírodon. Tényleg? Nem lehet ennek annyira jó, hogy ezen lássan. Hát, ha milyen felbontásba adunk. Nem, mert ezen nem láthatja. Ugye, annyit tegye már meg, légy szíves, hogy így velünk párhuzamosan nem állítgatod a füleseinket, jó? Mert ja, azért megsüketülök. Tehát az van, hogy te mindig itt tolsz valamin, mi beállítunk magunknak egy hangerőt, és utána pedig szétrobban az agyunk. Már az a kis pici kis száraz borsó is. Jó, akkor leállok a nyomkodással, de olyan szép színesek. Annyi szín van ezen. Akkor vegyél magadnak egy abakusz. Annyira nagyon szép színek, hát gondoltam megnyom. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Több mindent szeretnénk megmutatni. Egyrészt megmutatjuk, hogy hogy indultunk reggel, mi történt velünk, és mi történt az első fél órában, Anna ebből vágott egy kis összes, így megmutatjuk, hogy Bandi bácsi szerint mi mehet. Ő az első nap hallgató. Ilyenben vagytok már. Most esetleg mit mondtál? Igen, Bandi bácsi. Majd megszólal az a jó reggelt, Jani, Feri, Balázs. Szóval erről volt szó, valamint átcsörögtünk a másik rádióba, és hívtuk a klasszót. Elektorkalandon írtál nekünk SMS-t. És ezzel te vettél a nap hallgatóját. És az első lehetőséged lett volna, hogy ajándékcsomagot kapja. De kapja meg. De jó, kapja meg. Jó. Már nem mondta, de kapja meg. Én nem tudom, hogy Jani lett ilyen szamaritánus az elmúlt két évben. Nem tudom. Így az elején. Hogy hívnak? Hello. Szia, Csaba vagyok. Csaba, írtál nekünk SMS-t, ugye? Így van. Mit írtál nekünk? Szó szerint. Egy balesetről, ugye, ami a Keletinél történt, hogy a harang elütött a dere. Igen, óriási baleset van, a Keletinél a harang elütött a dere. Ezzel nyertél? Na jó, megtanultam. Jó, nincs ezzel baj. Csaba, régi hallgatónk vagy pedig... Régi hallgatótok vagyok, igen. Most is próbálok hallgatni benneteket, csak ugye elég nehéz. Na, akkor ez tök jó. Akkor elmondjuk azoknak a kedvéért, akik viszont nem régi hallgatóink, hogy így műsor végén mindig megválasztjuk a naphallgatóját, és hogy a naphallgatója azt mondja, hogy reggeli show, vagyis a műsornak a nevét, akkor kapja meg az ajándékcsomagot. Egyébként nem. De most te kivételesen megkapod, mert János rendes lett az elmúlt két hétben. Jó? Mert uncsites olyan vagy Balázsnak. Küldjük neked. Jó. Köszi, hogy minket hallgatsz. Applikáción, online, YouTube-on minden lesz. Holnap már szerintem nem fog ledobni. Próbálok mindenhol. Fejlesztjük. Köszi. Jó van. Ciao, én ciao. Köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok. Hello. Na gyerekek, nem elfelejteni, holnap jövünk. Jó, pont ma 6 órakor nézzetek, hallgassatok bennünket online. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Mennünk kell. Igen, mennünk kell, mert a fekete benzin a parkolóban van. Megyünk rapportra. Így van. Holnap 6-kor jövünk. Szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.